Hello, hello. Megöltünk az esti programmal. Azt nem tudom, hogy miért ilyen. Aha, most már jó. Na, a mai nap az nem olyan lesz, mint a többi. Ugyanis lesz itt nekünk egy főpolgármester jelölti vita, amit én szeretnék megnézni. Előre is bocsi mindenkitől, aki mondjuk így rohadtul nem kíváncsi rá, az bírja ki a mai napot. Holnap nem lesz, ígérem, meg holnap után se. Viszont ma igen. Nagyjából egy órát csúszunk, ez azért van, mert sehol nem találtam meg YouTube-on egyelőre a cuccot. Hát még elég friss a dolog. Úgyhogy muszáj lesz leszedni az ATV-nek az online adásából. Kicsit aggódok is, hogy ez nem feltétlen a legjobb ötlet. De hát egyfelől, ha online szórják, akkor miért ne lehetne megnézni? Na mindegy. Meg hát, tudja, én vagyok a leghíresebb streamer, úgyhogy csak nem lesz belőle baj. Na, addig meg menet közben vadul XP-t farmolunk Poe-ba, amint látjátok, elég jól állok egyébként a történettel. Maga a karakter 92-es, mappozni fogunk vadul. Igyekszem összehozni ugyebár a nyomorult, hanem mindig összekeverem a Shapert meg az Eldert. Na mindegy, azt hiszem... Elder, igen. Az Elder kijött, ami még egyszer sem jött össze, ahhoz még szeretnék egy... Hát egy-két szintet behúzni, illetve hát a currency-ből sokkal több kéne, ugyanis a baltát, meg a chestet le akarom cserélni mindenféleképpen. És hát az durván egy olyan 5-6-7-8 ex körüli történet lesz, arra farmolunk most gyakorlatilag alapanyagot. Ma nézzük, van-e olyanunk, hogy Infested Valley? És van. Nagyon jó. Az lesz az első target. Egyébként éppen reklám, mert szerintem, hogyha vége van a reklámnak, akkor kezdődik az, amire várok, úgyhogy utána be fogom kapcsolni egy ilyen kis ablakba valahol a képernyőre. Arra is gondoltam, hogy elég lenne esetleg csak a hangja, de ha már megy, akkor én szeretném látni is. Nem tudom, mindegy. Szerintem jobb lesz az képpel együtt. Na, pimpeljük meg a mappot. Minusz 9 max resist rögtön jól indul. Mindegy, kemények vagyunk, mint a Vidia. Aztán majd kiderül, hogy hülye ötlet volt, nem igaz? Hát amúgy egyébként maga a játék az így nagyjából Taszpörög című. STMS-e, aki esetleg nem látott volna a ciklon buildet, az így néz ki. Eléggé megbuffolták most a ciklont, úgyhogy iszonyat sokan játszanak vele. Nem véletlenül elég erős lett, mint a mellékelt ábra mutatja. Mm-hmm.
Ja, a játéknak direkt nincsen hangja, hogy szólok, mert hogyha elindul végre a cucc, akkor inkább azt szeretném hallani, nem pedig a játékba a csicsattot. De egyébként, látjátok, én sokkal pontosabb vagyok, mint egy tévéadó. Én ennyit csúszok, mint ezek, akkor már rég le van vergődve a fejem, hogy mala megint nem tartja be, meg késik, meg csúnya, meg borzasztó. Ezek már pontosan 9 perc csúsztak, csak mondom. Pont elébe szarják. Lényeg, hogy menjen a reklám, mert az fontos. Egyébként, hogyha bárkinek bármihez van hozzáfűzni valója, akkor nyugodtan. Mármint akár a poéhez, akár ehhez az egész mizériához, amit itt művelnek a... Hát, fogjuk rá, hogy ellenzéki emberké. Legjobban ezt a izét szerettem, nem is tudom hirtelen, hogy hívják. Na mindegy, ezt. Ez amikor megnyílik ez a portál, ez ellenek belőle a mobok. Elég jó dropja van. Elég sok mob kerül elő, jó sok XP, loot. Egyszer rá fogok jönni, hogy ez a Splinter of Xopf, mire jó. Gyűjtöm egy ideje, hát ha kiderül. Hopp. Nem tudom, gondolom 100-at kell belőle, vagy jó, úristen haragja se tudja, hogy mennyit. Ó, megvan az első bogár, aki jön a fényre. Akkor se zárom be az ajtót, hessinnem. Már így is szét vagyok csípkedve, mert sok a szúnyog. És akkor se zárom be az ajtót, rohadjon meg, inkább csípjen meg. Talán lassan kezdődik, vagy hát van valami. Fél szemmel lesem, hogy elindul a végre lassan. De ez még mindig nem az. Kurvára nem tartják be a menetrendet. Szarnak bele, szól a zene. Végül is kiszól be nekik senki. Nagyon furcsa, hogy a játék hang nélkül. Egyébként rengeteg ember van, aki hang nélkül játszik ilyeneket. Köztük több ismerősem is. Jó, mondjuk az Diablo volt, nem Poe, de végül is a lényeg, hogy ilyen hack and slash-t. Én nem bírnám ki hosszú távon, hogy nem hallom, hogy zörög, püfög, csörög. Azok meg azt nem bírják ki, hogy zörög, püfög, csörög, szóval... Érdekes minden esetre, hogy mennyire különbözőek már csak ebbe is az emberek. Nem jobb az, hogyha hallod a csicsat, bim-bum. Gyerünk, hallj meg, die, die, die. No. Csak nem akarják elkezdeni. Már 40 van. Én meg itt izgultam 25-kor, hogy vajon lesz-e időm megenni gyorsan egy ilyen vacsorának egy sajtos bagettet, egy kis fővágattal. Mit összestresszeltem magam. Ezek szerint bőven ráértem volna. Mindegy, ha csak sikerülni fog.
Elég jó a DPS, mondjuk úgy. Nem is győzött elbújni a nyomorult. És pükk. Na, ez még mindig nem az, mi az Isten? Ah, mely szemába, meg. Mindegy, hát csak össze fog jönni. Legrosszabb esetben beégek, ha nem kezdik el, de hát. Elvileg ezután a műsor után fog jönni. És még mindig ez a szar megy. Na nem baj, találtunk 13 pirosat. Mennyi gyűjtöttünk? Van 11 lila, az lófa, 77, 69, 67. Előbb-utóbb összejön belőle a 100. Aztán meglátjuk hát, ha jó valamire. Mint a mellékeltábla mutatja, kezdek belefulladni a invertoriba szokás szerint. Nem sok minden férne el benne. És sokkal több időm megy el szerintem arra, hogy itt tilitolizok. Mint hogyha egyszer végre rászállnám magam, hogy jó, vegyünk egy-két táska helyet. De persze nyilván nem veszünk, mert akkor az ugrik be, hogyha... Hoppá, karodja. Szóval, hogy ennyi ideig nem vettél, akkor gyakorlatilag az az idő, amit arra a szenvedésre költöttél, hogy nem félsz a táskádba, az gyakorlatilag kidobott, szóval az akkor ignorálódik. Cemetery T12, az milyen jó lenne, ha megtalálnánk. De hát nyilván olyanom nincs. Dig 11, na, dig, ah, az van. Egyébként még mindig nem kezdődött el, csak szavolok, hogy nem felejtettem el, nem átbaszás a cím, szavaszkornél, csak kurvára csúszik a nyomorult műsor. Amivel pedig hát ugye én nem tudok mit csinálni sajnos. Annyit tudok csinálni, hogy félszemmel nézem, és ha kezdődik, akkor kipakolom egy kis ablakból, hogy meg tudjuk nézni együtt. Annyit szerencsétlenkednek ezzel a nyomorult hablánnyal, öcsém, hogy én már hányok tőle. Oké, borzalmas, tök sokan meghaltak, nagy tragédia, lehet utálni a bárkit gyakorlatilag, már mindenki tehet róla, meg lehet próbálni meglincselni a kapitányt, meg mit tudom én, értem. De gyakorlatilag ez már annyit ömlik mindenhonnan, hogy ez már nagyon túl van misztifikálva szerintem. Borzasztóan túltolják az összesen nyomorult média az ilyen katasztrófákat. Jó, hogy nem dugnak fel a hozzátartozók seggébe egy puska mikrofonban, hogy éjszaka, amikor szellent, az is azért van, mert elsüllyedt a hajó. Na mindegy. Egyébként 22% XP-n állunk, ami azt jelenti, hogy esélytelen az, hogy meg legyen a következő szint, mert mondjuk egy ilyen 11-es map. Hát nem akarok hazudni, de mondjuk 2%, 3 a körül van XP-ben. Mondjuk le kéne tolni belőle mondjuk 50-et. Erre csak 45-öt, de hogy így jó sokan. Ez meg nagyon durván sok. Ja, és hogyha nyilván meghalsz, ugye, akkor levon 10%-ot, azt hiszem. Lehet, hogy már többen. Ami meg különlegesen fantasztikusan jó. Jó, hál' Istennek olyan sűrűn azért nem szoktam meghalni, de elő tud ferdülni, mert valamikor nem megy a ciklon, csak így rohangálsz, meg mit tudom én, jön egy jó kis ranged mob.
szemed közé durrantja a vakut, azt így vansatol a picsába. Hát ez sose fog elkezdődni. Most is interjúolnak valami fickót egy csónak előtt, azért ugrott be a hablányos történet, aztán lehet, hogy nem is arról van szó. Kéne találni az összes dobozt, de nem fogom megtalálni, sose találni, ott volt pedig. Mindig úgy kéne, hogy abba hagyom a pörgést, és igazániból ezeket az embereket ott hagyod, hogy éljenek. Hú, látjátok? Majdnem sikerült belefeküdni. Hát gyerek, már ezek a nyomorult range-ed, ami így dobál, meg lő, meg köpköd, meg fingik, azok a veszélyesek. A milli az rendesen ott van, oda mész, agyonütöd, nem gond. A gond mindig azokkal van, amelyik nem ilyen. Neki el varázsolni, lődözni, mindenféle baja van, de azokkal van gond. Főleg egy ilyen remek mappon, ahol van vagy minusz 9% maxon, ez is olyan az előző volt. Én egy általában olyanokat ad be. Érezd a tutit. Na jöhet a boss. Titsz. Meg a bosszok is szopatás, mert megjön, eltűnik. Nekem nagyon fontos az, hogy tudjam leechelni a HP-t, meg a manát. Mert nagyon könnyen én összerodsz, hogyha nem. És mivel ez így eventezik a boss, vagy mit csinál, hogy ilyen fázisai vannak, így tök könnyedén megtörténhet, hogy te azt hiszed, hogy ölöd, mert hogy ott áll. De a HP ugye nem csökken, mert éppen mit tudom én két fázis között varázsol, bazd meg. Lepörgeted a manát, azt ráfekszel, amikor picsel rúg. Arra igazán kitalálhattak volna valamit. Vagy lehessen miközben magyaráz is ölni. És akkor adjanak neki több HP-t, hogy kibírja a magyarázást élve, vagy nem tudom. De hogy ja. Ez meg sose kezdődik el, bazd meg. Esküszöm. 49 van. Mindegy, nem én tehetek róla. Én a legjobbat megpróbálom kihozni a dolgokból. Nem kezdik el leadni, arról már tényleg nem én tehetek. Vagy hát legalábbis nem hiszem. No. Most épp egy kifestett csaj nagyon okosan bólogat. De itt még mindig búváruhákat mutogatnak, úgyhogy nem hiszem. Na jó, meg volt a dig. Igazából olyanokat kéne menni, amelyik még nincs meg, hogy növeljük. A map számot, mert ugye 111 per 159, közben iszok egy kortyot, csak vizes az üveg. Gyere ide zsebkendő, gyere zsebkendő. Szóval, ez a lényeg, hogy 159 különféle map van. Ha megcsinálsz egy olyat, amit még eddig nem, akkor nő egyel a szám. Hú, nagyon durván.
okos vagyok, hogy ilyeneket tudok. Mindegy, a lényeg, hogy mindegyik 1%-kal növeli annak az esélyét, hogy egy értelmesebb mappot fog dobni a játék. Ez most jelenleg azt tudja, hogy 11% van arra, hogy két szinten nagyobb mappot dob. Azt, hogy minél nagyobbat, hát azt nyilván annál, amit éppen dobott volna, de mindegy. És hogyha meg tudnám meg csinálni egy pár olyat, amit eddig még nem csináltunk meg mappot, akkor nőne ez a százalékos esély. Csak hát ugye nyilván olyan mappokat dobál, amik nem jók, túlzottam. Malformation. Van olyanunk, hogy malformation? Nyilván nincs. Na én legyek, akkor megyünk egy ilyen gagyit, hát adok valami olyan mappot, ami... ami majd csak lesz. Mármint hát szóval, hogy értitek. Szavaz tippcsem. Hát azért, mert igazándiból elég drágán árulják már a T10 fölötti mappokat. És Isten igazándiból az az 1%, amivel növeli, az tulajdonképpen annyira nem fontos, csak igyekszem azért törekedni rá, de annyira azért nem, hogy mit tudom én, vegyek mondjuk 10 mappot darabját, mondjuk 4-5 exért, 50 exet nem fogok kiadni azért, hogy meg legyen, mit tudom én, 10 olyan map, ami nincs meg. Így is úgy is az XP a lényeg, meg az, hogy essen currency, nagy Isten, egy-két exalt dorp, hogyha csoda történne, és eldobna egy csontváz, egy exet, az tök jó lenne. Tehát semmivel nem lennék beljebb, hogyha most hirtelen meglennének azok a mappok. Mint tulajdonképpen jó, egy picivel beljebb lennénk, mert ugye nőne az a százalék, de azért annyit az nem számít tulajdonképpen. Előbb-utóbb majd csak kiesik, meg van egy ilyen valamilyen nevezetű orb, amivel lehet rollolgatni. Azt szoktam használni, hogyha már nagyon nagyon-nagyon haladni akarok valamerre az atlasszal is. Van azt hiszem valami 18 darab, az előbb úgy tessék, ott van egy shipyard. Csak olyan furi, hogy mindig olyan mappot dob, ami már van. Tehát azt tudom például, shipyardot szokott dobálni. Az olyan kicsit fura, de biztos. Nagyon-nagyon-nagyon rég néztem a mappoknak az árát, ezt bevallom. Lehet, hogy túllőttem. És akkor egy célért meg lehet kapni, valóban, elképzelhető. De igazándiból ez nem változtat a lényegen, hogy pénzbe kerül. És hogy annyira azért nem fontos, hogy akár egy C-t is adjak érte. Előbb-utóbb úgyis majd haladunk vele. Meg hát sokkal egyszerűbb nyafogni az ismerőseidnél, akik egyfelől most nem online-ok, másfelől nem streambe akarom őket basztatni vele, hogy figyú, van kölcsön cigid? Illetve mappod? Nincs egy olyan mappod, hogy izé? Szegény Einstein-t szoktam vele zaklatni, de rendes gyerek már szokott adni mappot. Hál' Istennek. De igazániból, ha nem adna, akkor se lenne semmi, mert mint mondottam volt, az annyira nem fontos. Na, esett 3 ilyen deck, az tök jó. Amúgy egyébként meg éppen reklám van, ha kis szerencsénk van, akkor a reklám után talán elkezdődik. És akkor alig késnek fél órát. Meg nem tudom én már, hogy ez mikor akarják elkezdeni.
Egyébként már rég vége van, csak én úgy tudom, hogy az online közvetítés ezt tud, ez csúszik egy órát. Pont azért, az ilyen bunkók miatt, mint én, akik szeretnék megnézni, miközben streamelnek, hogy ne legyen belőle nekik gond. És az egy órával később adják le. Ami tök érthető. Csak az a baj, hogy már 9 óra van, és még mindig semmi. Na, azt az egy mobot én már nem keresem meg, ott tegye meg a fene, ahol volt. Fú, lassan nem fogok elférni megint a tattyóba se. Tényleg ebből kiszedjük a papírokat. Ezzel kéne valamit csinálnom, ezzel a tökölődéssel, mert gyakorlatilag amennyi időt el szoktam szüttyögni, és ezt tudom magamról, két map között az minimum plusz 20 szint, tehát komolyan. És egyszerűen mindig megígérem magamnak, hogy nem fogok minden egyes kör után szenvedni, meg szerencsétlenkedni, nem fogok így, és ezt aztán úgy is mindig megteszem, tehát minden. Szavazz be, de hogy ki legyen a főpolgármester? Hát megmondom az őszintét, nem tudom. Pont ezért akarom megnézni ezt a vitát. Méghozzá azért, mert most nyilván mindegyik nagyon szépeket, meg jókat ígér. Nyilván tök jó lenne, hogyha történne valami pozitív a városa. Konkrétan, ami engem érdekel benne, mindegyik beígéri, hogy nem hagyják, hogy kivágják az összes megmaradt fát, amit még eddig nem vágott ki a Tarlós úr. Nagy Isten, az tök jó lenne, hogyha ez ügyben történne valami, és ezt mindegyik meg is ígéri szépen. A kérdés az inkább az, hogy ezt tele hiszed nekik. Mert ugye az itt a nehéz kérdés, hogy melyiknek hiszed el? Illetve az a másik nagyon jó kérdés, hogy most itt bóckodnak ezzel az előválasztásos haknival. Ami egyébként szerintem tök jó, mert legalább történik valami. De hogy ettől függetlenül, ahhoz, hogy legyen valami, még meg kéne verni a Tarlóst is, ugye? Ami nem biztos, hogy olyan egyszerű. Legalábbis a Fidesz jelöltjei elég jó eséllyel szoktak indulni különböző választásokon. Konyon. Mindjárt megnézzük, hogy a Shipyard vagy a Lávalék az ugye... A Lávaléket azt érdemes lenne, mert ott van egy zona. Jó. Nandi meg megvette a repülőket. Az a baj, Bedu, hogy nem tudom. Tehát akkor vegyük végig a három jelöltet. Van egyszer ugye Karácsony Gergelyünk, aki legalább már csinált valamit a politikába. Talán rá lehetne fogni, hogy ő indulhatna a legnagyobb eséllyel, tippre. Persze aztán én mit értek hozzá. Aztán ott van a Momentum jelöltje, akire egy lyukas fillért nem adnák. Nem azért, mert lehet, hogy ő lenne a legjobb. Csak hát a kutya nem ismeri. Tehát én még a nevét se tudnám fejből, pedig még úgy, ahogy foglalkozok is a témával. De esélyem nem lenne róla mondani három mondatot, mert nem tudok róla semmi. Aztán ott van a Kálmán Olga, ugye? Hát ez meg egy érdekes választás, mit nem mondja. Tehát azt mondja, hogy ő azért lenne jó polgármester, mert már évek óta beszélget emberekkel. Hát ennyi erővel én is tök sok emberrel beszélgettem már. Ettől függetlenül lehet, hogy tök sokan rászavaznának, mert mit tudom én, ismert név, hogy úgy mondjam.
legalább már hallottak róla. Úgyhogy tényleg nem tudom, halványra a gőzöm nincs. Hát, hogyha a nap végére okosabbak leszünk, aztán lehet, hogy nem. De egyébként, ha bárkinek van véleménye, én tök szívesen meghallgatnám egyfelől, hát, ha mondana okosat, vagy ilyesmi. És legfőképpen az lenne a legjobb, hogyha végre elkezdődne ez a szerencsétlenség. Egyébként azt tudom elképzelni, hogy azért nem kezdődött még el, mert mondjuk 20-25-kor kezdődik, nem 19-25-kor, és ha arra rászámoljuk az egy órát, akkor lehet, hogy 21-25-kor fog kezdődni, mert most másra nem tudok gondolni, mert ennyit nem csúszhat ez a nyomorult műsor. Azért most már tényleg, szóval szerintem az van, hogy még 20 percünk van. És akkor elszámoltam magam egy órával, de hát profi vagyok, úgyhogy. Úgyhogy ez van. Nem baj, addig is csak dől az XP, helyes. Azért néha összeszarom magam, amikor így bezuhan a HP egy millisekre. Van, amikor nem is egy millisekre. Ezért kéne nagyon a chest, ami adna egy csomó flat HP-t. De sajnos azt azért nem tudom lecserélni, mert ahhoz meg kéne a fegyver is. Ugyanis nekem a chestben van benne a 6 linkes damage. Amit abban a millisekundumban bukok, ahogy lecserélem az armort. És az pedig, hogy ebbe a fegyóba, amit most használok, beleszerencsétlenkedjek 6 linket, az ugye azért elég drága dolog. És az technikailag kidobott zseton olyan szempontból, hogy utána úgyis le akarom cserélni a fegyvert is. Úgyhogy egyelőre küzdünk 4300 vagy mennyi, majdnem 4400 HP-val, aztán reménykedünk. Pedig az nem túl sok. Na, egyébként már Bedu majdnem elkezdett hozzászólni a dolgokhoz, úgyhogy nem hagyom ennyibe. Ha már én válaszoltam a kérdésedre, akkor tök megtisztelnél vele, ha te is válaszolnál. Na és mi a te véleményed? Ki lesz itt a favorit? Akár csinálhatnánk rá egy ilyen fogadóirodát is. Azt hiszem Angliában, meg nem tudom, hogy Magyarországon úgy van, de az biztos, hogy Angliában, meg Amerikában, meg ilyen kreténebb helyeken tökre lehet ilyen hülyeségekre fogadni, hogy kinyeri a választást, meg mit tudom én. Jó, azt hiányzik nekem még, hogy itt kiderüljön, hogy titkolt szerencsejátékot csinálunk, akkor megáll az ajtó előtt a fekete autó, azt elvisznek. De hogy így pénzen kívül, mert azt nyilván nem adok érte, aki eltalálja annak se. Na, hát ha megemberelik magukat és mondanak valami véleményt a sétáló Budapestről, addig elmondom én az enyémet, mert van. Nekem kurvára tetszene, ez a rövid válasz. De tényleg. Hát gyakorlatilag Pesten tényleg csak dugó van dugó hátán. És az is igaz, hogy borzalmas a levegő.
Jó, én könnyen beszélek, mert eszem ágában nincsen autóval járni be Pestre. És nyilván akik megszokták, hogy ez az izé, toljuk neki Verdával azoknak. Nyilván nem feltétlen ez a véleménye, na de hát nem is az övékét kérdeztétek. Szerintem geci jó lenne. Nekem iszonyatra tetszene. És egyébként az egyik legnagyobb szívfájdalmam, hogy a hülye Puzsér nincs ott a vitán, mert az akár hülye, akár nem, akár jó lenne, akár nem, az biztos, hogy olyan dumája van, ami tetszene. Jól leoltaná egy rakati diótát. Na, miért nem találom én ezt a coves mappot? Nagyon jó. Ha kis szerencsém van, akkor azt be is adja. Mondjuk nem biztos, hogy beadja, mert ugye korruptednek kéne lennie ahhoz, hogy beadja. Ez az, hogy Puzsér verbális elemét szárolná az összes jelöltet. Így van. Abszolút így van. Ez igaz. Mondjuk lehet, hogy az kevés a győzelemhez, én azt belátom. De ettől függetlenül mondok valamit, ami nem is feltétlenül igaz, de szerintem úgy van. Tehát igazándiból, mielőtt a Puzsér bedobta volna az medencéből a követ, hogy elindul, azelőtt én nem nagyon hallottam egyik pártól se azt, hogy hű de zöldek vagyunk, hű de sétáló Budapest, hű de építsünk 11 milliárd kilométer parkosított fát. Én dögöljek, meg nem hallottam előtte ilyeneket. Tehát, hogyha semmire nem volt jó a Puzsér, de tényleg, meg mit tudom én, elbassza az egészet, csak elindul és megnyeri Tarlós, már akkor megértem, mert legalább belekerültek a köztudatba ilyen dolgok. Na bazd meg, nem tudom elrakni azt a szart, úgyhogy kidobunk valami fasságra. Úgyhogy már, ha csak ennyit elért, akkor is megérte, hogy legalább van miről beszélni. Meg talán néhány ember rájön, hogy lehetne máshogy is csinálni dolgokat. Aztán persze ki tudja. Jó, ennek mennyi HP-ja van, ez mit tud? Az elefánt, Jézusom. Pozd meg! Pozd meg! Na erről beszélek, hogy úgy le tudnak one-shotolni, hogyha úgy alakul, hogy bazd meg. De legalább a mission complete lett még előtte. Viszont szerintem nem adta be. Azaz, RIP 10% XP, kurva anyját, bazd meg. Úgyis olyan könnyű összefarmolni 10% XP-t, hogy... Jó, visszakapcsoltuk a buffokat. Már is 18%-on áll. Jaj, de jó volt. Annyira jó volt az a tasli. Oh, hello. Itt van melák. Hát ott például erről se tudom, hogy mikor lehet ütni, meg mikor nem lehet ütni. És ez egy ilyen buildban, ami a leechre épül, az nagyon rossz, hogy nem tudod, hogy épp most sebezhetetlen a fickó, vagy nem. Hát, ha összejönne az új chest, akkor abba bíznák, hogy nem lennének ilyen one-shotok, mert akkor az hát nagyon sokkal nőne a HP. Aztán lehet, hogy akkor is lenne, ami így kinyomorít.
Már hogy szédülne? Kiskorában beleesett a ventilátorba, és úgy maradt. Nem is pörög olyan gyorsan amúgy. Hopp, egy memory fragment helyét. Legalább haladunk a questtel. Hajajajajaj, de jó lesz. Hajajajaj, de jó lesz. Ha mondjuk az a 10% XP-t nem érte meg, az igaz, de nem. Annyi helyen van még, hogy csak na. Kaptunk egy jó kis upgrade-et, amivel egy tier 7-es mappot tudunk felupgrade-elni. Ezt én általában egy randomra szoktam elnyomni valamelyikre. Mert a skillesebbek azt tudják, hogy melyikre érdemes, melyik a jó map, meg bla bla bla. Én meg így halmányla fingom nincs, hogy melyiket lenne érdemes, és így el szoktam nyomni az egyikre, és akkor így. Aztán, hogy jó döntök, vagy nem döntök jó. Tehát most is itt mi alapján, mindegy, az a Spider Forest, az egy biztos jó. Csináltunk belőle egy 12-eset. A Warhammerről, meg 40K univerzumról? Én nagyon nem szeretem. Tudom, hogy iszonyat rajongó tábora van. Még annak idején, amikor szerepjátékoztam, már voltak ilyen problémák, hogy rengetegen játszották ennek az asztali változatát, tudod, festették a törpöket, meg káoszlényeket, meg a fasz se tudja micsodák, a türgárdistákat. Bár az lehet, hogy 40, nem, még nem is 40K volt, csak a sima Warhammer, mert eléggé össze tudom keverni egyébként a kettőt, mert kb. Ennyi közöm van hozzá. De mindegy, lényeg a lényeg, hogy én nem annyira fogottam meg ez az egész történet, és például azért hagytam ki azt a sok játékot, ami ebbe az univerzumba megjelent, mert így nem. Nem azért, mert nem jó, nem azért, mert szar, csak nem az én stílusom, nagyon nem. Abszolút nem. Így nagyjából ennyi. Na, szereztünk egy csomó jó képű mapot, úgyhogy mehetünk meghalni a fasa tudja hova. Gondolom 12-es szemeteri azóta sincs. Most vagy csípi valami a bal vállamat. Mindegy, az egyik lávaléket azt megtekerjük ilyen Orb of Horizonnal. Aztán reménykedünk, hogy ad előbb-utóbb be egy olyat. Tessék, Shaper Stronghold, kurva anyja, jó lesz. Na. Ráköltünk egy pár ilyen slowfast. Megvudúzzuk. Hát ez nem a legjobb eddig, na mindegy, akkor megkorruptozzuk. Ez így annyira nem is rossz. Elhiszem, Nandi, rengetegen szeretik az összeset, csak mondom valahogy nem az én világom, nem tudok vele mit csinálni. Egyszerűen nem annyira jön be. Na, hozzácsapunk még egy ilyet. Nem lehet, mert stressz... kurva anyád. A Shaper Stronghold-nál nem lehet. Na most megint jó, meg fogunk halni. Sikerül majd a 18%-ot letornázni nullára, az lesz a legjobb. Hát egyébként vannak ilyen napok, amikor valahogy nem megy. Mondjuk még nem biztos, hogy ez a nap olyan lesz, de fordult már erre egy pár szor, hogy 10 óra farmolás után lejjebb voltál, mint ahogy kezdted. Ez egy kicsit el tudja venni az ember kedvét a
játszást. Nem, amilyen jó volt, hogy ma egész nap ott rohadtál a gép előtt, és valahogy nem annyira haladt a progressz. Jól tudom, ne hajj meg, de... Nekem még nem volt olyan buildem, amivel ne tudtam volna meghalni bármikor instant. Egy meglepődés következtében. Pedig még annak idején HC-ba is toltam meg minden. Vannak is ilyen, nem is tudom, 70 akárhányos HC karaktereim. De egyszerűen ebben a játékban... Ujjjjjj, befagyasztott valaki. Egyszerűen ebben a játékban egyszer csak is szembe jön valami, és minden előzmény nélkül így eldúransz. És biztos az okosok tudják, hogy ennek mi az oka, és el tudják kerülni. De én nem tartozom ezek közé, úgyhogy én simán... Tehát gyakorlatilag, hogyha nézitek mondjuk, akkor az összes helyzetet gyakorlatilag egy max HP-n pöröksz, hal, dől, minden, borul, fúf, csicsat. Tehát semmi nem mutatná azt, hogy mondjuk gyenge a karaktered. Érted? Ezt majdnem itt felejtettem. Tehát semmi nem mutatná azt, hogy gond van. Tehát így full easy-be ölsz mindent, pöröksz, haladsz, nagyon jó. Ezt egyszer csak püff, meghaltál. Nem az van, hogy lementél a bosshoz, vagy másik map, vagy mit tudom én, hanem a 300-ból az egyik mob az 1 milliót üt, a másik meg 20 ezeret, és biztos. Ez a része, ami például kurvára nem tetszik, de de hát istenem. Nyisd már ki az ajtót. Na, ha kis szerencsénk van, akkor 10 percen belül csak elkezdődik az a nyomorult vita. Ezt tudtam volna, hogy ennyit izé szopatnak. Na mindegy. Egyébként tudjátok, mit kéne összehozni még, de rohadtul. Egy jó kis szerepjátékpartit, így online. Mindenkinek van már fülese. Ha nincs, akkor kap egyet. Vagy valami. Nem létezik, hogy nem találok, mit tudom én, 4-5 embert, aki szereti az old school RPG-ket. Jön ki a Cyberpunk 2077. Az is megvan papíron valahol. Na mindegy, így tudja. Állítólag tök fölkapottak a D&D ilyen streamek, hogy azt streamelik, hogy ül 4 kocka, vagy mit tudom én hány egy szobába, és D&D-znek. Állítólag ebből egész sok ilyen stream van, és még nézik is. Jó, ez megint nem feltétlenül a magyar piacra jellemző, de hát istenem. Na, 20-21 van, megy megint valami fasság, reklám.
Nyilván elkezdődhetne már, mert lassan hülyére beszéltem magamat, hogy ne menjen el mindenki a csönd és hullaszag láttán. Egyébként nyugodtan meg lehetne dicsérni, egész jó bírja a torkom mostanában. Jó, az igaz, hogy nincsenek minden nap ilyen 4 plusz órás streamek, mint régen. És talán ezért jobban bírja. De jobban bírja. Vagy hát pont nem bírja jobban, csak nem fáj. Vagy mit tudom én, értitek? Ez a része, ez tetszik. Á, nyugi, a Föld az megoldja magától az exterminuszt. Azt megoldják az emberek, hogy kiírtsák magukat, az nem gond. Ahhoz nem kell külön császári segítség. Most egyébként azért állt meg a kép, mert bejött a Shaper magyarázni. Az is lehet, hogy az Elder jött be magyarázni, ezt sose tudom melyik fickó melyik. Na, 40 monster sikerül. Ó, van még egy. Hogy föltámad kétszer már. Laza gyerek. Ezt a cipőt el kéne rakni valahogy. Nagyon jó lenne, ha ezt nem ide raknák, hogy lássam. Na így. Mert elméletileg, azt már sose sikerült kipróbálni. De a Wikin is az van, hogyha összeraksz ilyen Elder cuccokból egy szetet, ami még nincs is identifájolva, amit hát próbálok itt összegyűjteni, akkor állítólag az 4x-et ér. Hiszem, ha látom, de a Wiki ezt írta. Csak nem tudom, hogy mi tartozik bele a setbe, hogy például a két gyűrű is. Már gondolom, igen. Viszont, hogyha két gyűrű is bele tartozik, akkor az úgy... Akkor az igen vidám lesz. Na és azt megmondanád nekem, Nandi, hogy mi a jó abban, hogyha valaki autokrata? A legnagyobb disznóságok akkor szoktak történni az emberekkel. Mint például Magyarország egy elég jó példa erre így a elmúlt, mit tudom én, 2000 évben. Vagy például az oroszok is nagyon jó példa erre. Hogy miért kurva rossz, hogyha ilyesmi történik. Legalább lenne valami vita erről, vagy valami... Hát ha nem is vita, akkor legalább egy vélemény, vagy valami. No, már 22%, sicsúgy. Akkor kéne még nekünk 113 per 159, ez mi? Malform, az 1x-es malform, igen, arra emlékszem. Dover, Darforest, Terraza, Colosseum, Underground River, 9-es, Kanyon 12, River nincs, Kanyon nincs, ha?
Ref, meg a Belfry. Na nézzük. Az már megvan. Jó, nem így írták, de... Hoppá, lehet, hogy kezdődik. Várjál, gyorsan mindjárt oda. Oda sosolok. Na, gyerekek, eljutottunk odáig, hogy szerintem ez elkezdődött. Úgyhogy megpróbálom kirakni. Mindenkitől elnézést, akit nem annyira érdekel a történet. De a mai napot bírjátok ki. Kálmán Olgát. Na. És Kerpel Frónius Gábort. Hoppora, föntre ki is van egy képzeletbeli negyedik pulpitus is, amögött Tarlós István állna, hiszen a jelölteknek leginkább vele van vitájuk. Remélem sikerült. És köszöntöm azokat is, akik elkísérték a jelölteket, a közönséget, illetve a jelölő vagy támogató pártok képviselőit, pártelnök és elnökök, parlamenti és európai parlamenti képviselők a stúdióban. Ha túl hangos vagy halk, hogy valami, akkor szavoljatok. Nincs most lehetőségem egyenként bemutatni önöket. A három jelölt, hát de Nandi, először is nem de most vér szerinti demokráciát, mint királyságot hasonlítottam össze demokráciákkal. A három főszereplőt önök bizonyára jól ismerik, de szakmai hátterüket, képzettségüket és eddigi pályájukat már nem éves. Na, hát akkor profi vagyok. Nős, két gyermeket nevel. Szociológus diplomáját az ELTE társadalomtudományi karán szerezte. Dolgozott a Median kutatásvezetőjeként, és 10 éven át tanított a Corvinuson. 2009-ben csatlakozott az LMP-hez, 2010-ben lett a párt kampányfőnöke, majd országgyűlési képviselője. Látom, jöttél politizálódni. 2013-ban hagyta el az LMP-t, és több társával együtt megalapította a Párbeszéd Magyarországért zöld baloldali pártot. 2014-ben választották Zugló polgármesterévé, 2018-ban az MSZP Párbeszéd Már még megnézek valamit. Ezúttal pedig a pártszövetség főpolgármester jelöltje. Csak ezt innen kiszedem. Nagyon sokat veszített a szabadságából, és az, hogy ezt a szabadságot visszaszerezzük, ez nem pártpolitikai ügy. Ez nem a pártok ügye, hanem mindannyiunk közös ügye. Innen már csak egy ugrás, ez az OTV. 51 éves, házas, két gyermeke van. Hát, köszi, Nyuszi. Dániel főiskolán tanult, magyar nyelv és irodalom. Remélem, arra a szintre nem jutunk el. Újságíró pályafutását 1994-ben a Magyar Televíziónál kezdte. 1999-ben a Rádió Bridge. De gondolj arra, hogy bármennyire szörnyű, amit látsz, vagy bármennyire nem tetszik. Technikailag akárhonnan nézzük. Televíziós pályafutását. Ezek az emberek határozzák meg valamilyen szinten mindenkinek a jövőjét. Akár akarod, akár nem. Hogy őt indítja a főpolgármester. Jó, nyilván lehet, hogy nem pont ez a három, de hogy érted. A FOSZ és a közlekedés. Ezt a három témát, ezt a három területet említették nekem a legtöbben. Úgyhogy főpolgármesterként ennek de egyébként a három területet... Ez az EZO-TV, ez jó ötlet. Kerpel Frónius Gábor, 52 éves, 4 gyermeke van. A Jánus Pannonius Tudományegyetem történelem... Lehet, hogy szereznem kéne egy kinyújt garbót, és tudnák távgyógyítani streamen keresztül. A Momentumhoz a Nolimpia kampányt követően csatlakozott a 13. kerületi alapszak... Rakjátok a kezeteket a képernyőre, hődöm az energiát. A párt EP listájának 6. helyén szerepelt. A jó eredmény után a Momentum úgy döntött, hogy saját jelöltet indít az előválasztáson. Ekkor nevezték meg Kerpel Frónius Gábort. Azonnal hozzá kell látnom ahhoz, hogy ezt a várost, ennek a városnak a költségvetését megszabadítsam attól a maffia-szerűen rárakódott képződménytől, aminek egyetlen célja az, hogy a közpénzeket magánzsebekbe vándoroltassa. No, gyorsan néhány szó a szabályokról, amik jószerivel nincsenek, a vitában rendkívül kevés kötöttség lesz. A témákat nem a jelöltek javasolták. Tényleg rohadtul fogod a hiányozni Puzsért, bassza. Másodpercben mért időkeretek. Az udvariasság szabályai mellett ér közbeszólni, elkérni vagy átvenni a szót. Egyetlen ponton lesz kivétel a jelöltek legutolsó megszólalásánál. Az egyfajta kortes beszéd lesz, ott sorsolással döntjük el, hogy milyen sorrendben kapnak szót. Világos minden? Kezdhetjük? Igen. Nincsenek szabályok, akkor könnyű megegyezni őket. Milyen képességek és tudások vannak önökben, amik alkalmasát teszik a jelölteket arra, hogy Budapest jó vezető legyenek? És külön kérem, az ilyen bújtatottan próbálja ezt elővezetni, meg a Facebook poszt, meg ilyesmi is. Szerintem
Szerintem minden olyan terület, ami budaesteknek fontos, ott érdemes. Annyira jó élőben hallgatni ennyi hazugságot. Hát, hiszen mindannyian csapatkapitánynak készülünk. Ezzel együtt is január óta készülök arra, hogy elinduljak a főpolgármester választáson. Nem is mondok erre semmit most már. Látom, hogy bírom az ütéseket, és a programom és a csapatom készen áll arra, hogy ezt a Budapestet megváltoztassuk. Én nem fogok politikusként beszélni, mert hogy 25 éven keresztül úgy kérdeztem, és úgy beszéltem, ahogy azt a nézők tennék, ahogy ők kérdeznének, és ők beszélnének. És az az igazság, hogy politikusként sem fogok a politika kedve miatt megváltozni. Én ugyanaz maradok, és az emberek nyelvén szeretnék beszélni, és fogok is. És nem fogom azt a politikai nyelvet átvenni, amely párt érdekek alapján, mondjuk az ellenfelek alázásával és gyalázásával foglalkozik. Nem fogom azt a politikai nyelvet beszélni, amely párt érdekek alapján mondjuk elhallgatja a mutyikat. Én az emberek nyelvén beszélek, 25 évet és 25 éven keresztül készültem a politikából, a közéletből, a gazdaságból, a várospolitikából, most pedig cselekedni szeretnék. Kerpel Frónius Gábor. Én elsősorban azt szeretném elmondani, bár nem értek egyet egészen Kálmán Olgával, szerintem ez egy kifejezetten nagyon politikai feladat az, hogy Budapest főpolgármestere legyen az ember. Én azt gondolom, hogy ennek a városnak víziót kell adni, ehhez természetesen tudni kell beszélni. Bocsánat, hogy belepofázok szerencsétlennek a mondandójába, de ezen a vízión azóta röhögök, amióta Puzsér megmondta, és tök igaza volt. Én a munkavilágából jövök, hosszú évtizedek óta... Amióta benyögte a Puzsér, hogy neki víziója van, azóta mindenkinek víziója van. És amúgy így nem gondoltam bele, de hogy tényleg. Akikben bízni lehet, akikkel érdemes. Ó, nincsenek bekapcsolva az aurát. Tudok kompromisszumokat építeni, és tudok nagyon-nagyon-nagyon komolyan vitatkozni akkor, amikor erre szükség van. Ezek a képességeim vannak, és nyilván például média szempontjából nagyon-nagyon sokat kell fejlődnöm. Még nem, Nyuszi, én pont azért nem lennék ott, mert én nem mondanák minden olyat, amit hallani akarnak az emberek. A stílus az maga az ember. Na már 3% sikerült. Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy én azt a fajta politikai nyelvet soha nem fogom beszélni, politikusként sem, városvezetőként sem, ami az ellenfelek, a politikai ellenfelek emberi méltóságába való beletaposást, megalázást jelenti. Ez nem az én stílusom. Politikus leszek, városvezető leszek, és városvezetőként a város érdekében fogok cselekedni, de nem pártpolitikai érdekek alapján. Na, jó, haladunk. Folyamatosan olyan mélyre süllyed, hogyha követni akarnánk, akkor keszon betegséget kapnánk, úgyhogy szerintem ezt meg se próbáljuk. Én azt gondolom, hogy Tarlós Istvánnak nem élcelődnie kéne ilyen dolgokkal, tehát Tarlós István annak a Fidesznek a képviselője, aminek a vezetője túl gyáva ahhoz most már több választás óta, hogy kiálljon érdemi vitára azokkal az emberekkel, akik őt kihívják. Semmilyen módon nem reagált ő az elmúlt napokban elhangzott gondolataikra, tehát túl vagyunk két ehhez hasonló vitán. Semmi nem jött vissza azokból a gondolatokból, amit ott elmondta? Amikor megkérdezték, hogy mi a véleménye Kálmán Olga indulásáról, ő azt mondta, hogy semmi nem jut eszébe. Hát nekem viszont nagyon sok minden eszembe jut Tarlós Istvánról. Eszembe jut az utcamocska, a levegőmocska, eszembe jut az, hogy elvették a fővárosunktól az egészségügyet, hogy elvették az oktatást, kicsavarták a kezünkből, hogy nincs semmibe beleszólásunk. Eszembe jut az egészségi állapotunk, eszembe jut a tömegközlekedés. Soroljam még Tarlós István. Az elmúlt hónapokban Tarlós István velem rengeteget foglalkozott, folyamatosan üzengetett, valótlanságokat állított. Én akkor vitára hívtam, hogy akkor ezeket az ügyeket beszéljük meg. Természetesen a vita elől elugrott. Remélem, hogy a előválasztás győztesével már nem fogja tudni megtenni azt, hogy nem vitatkozik. Bizonyítsa be, hogy ő tényleg nem fideszes, mint amit állítani szokott. Mi pontosan tudjuk, hogy az, és ezért erős kétségünk van azzal kapcsolatosan, hogy mer-e majd vitatkozni bármelyikünkkel is. Az biztos, hogy velem nem mert. Mit gondol Gábor, hogy részéről ez nem figyel oda a hatalmi gőg, egyszerűen nem foglalkozott vele az eddig elhangzottakkal? Mi lehet az oka? Már akkor kezdődött a vicc, hogy ez a baszatlan kurva oda került. Hogy egyszerűen... Jó, hát az egyébként egy totál egyszerű képlet. Azon az áron, hogy mélyen semmibe veszik a saját választóikat, akik kénytelenek úgy szavazni a Fidesz által támogatott jelöltekre, hogy bizony semmit nem tudnak arról, a szerencsétlen DK az illetők a rájuk bízott pozíció. Elég jól sikerült. Köszönöm szépen. Kampányon van túl. Meg nem mondom fejből, hogy hány nyomorult képviselő tudtak küldeni az Európai Parlamentbe, de ők lepődtek meg rajta a legjobban, hogy mennyit.
És hát nyilván muszáj volt. Kérdéseket fogok feltenni közlekedés, parkolás, lakhatás és a város gazdálkodásának témaköreiben. Mindenki elindítaniuk valakit. És mindegyik kérdésre. És hát szerintem jobbat nem tudtak volna találni. BKV vonaljegy. Abból a szempontból, hogy ismertség, meg ilyenek. 350 egyenként, 300 forint ember és 450 forint, hogyha a gépkocsi vezetőtől vásárol. Pontos válasz, köszönöm szépen. Kálmán Olga, mennyibe kerül a nyugdíjas havi bérlet? 3350. 330. Bocsánat, de elfogadható. A 20 forint a borra való. Gerpel Frónius Gábor kérdése, mennyibe kerül a diákok havi bérlete? Hú, az olyan 3500 körül van. 3450. Első kör kipipálva. Karácsony Gergely kérdése, közlekedés, parkolás témakör. Hány fizetős parkolóhely van Budapesten? Hát összesen olyan 40-50 ezer parkolóhely lehet. 112 ezer, ennél kicsit több, jóval kevesebb, mint amennyi gépkocsi egyébként van a fővárosban. A fővárosiak hány százalékának van autója? Kálmán Olga kérdése. Saját tulajdonban? Igen. Szerintem 60. Céges autók nem számítanak. Szerintem 60%-nak van. Kevesebb, 36%. 36%. Akkor beleszámoltam a céges autókat is. A válasz nem pontos, de szellemes. Gerpel Frónius Gábor kérdése, átlagosan melyik kerületben átlagosan a legolcsóbb a parkolás? Tehát a kerületeknek vannak különböző zónái. Átlagosan melyik kerületben legolcsóbb parkolni Budapesten? 15. Nem tudom. Kőbánya. Itt, Kőbányán, a 10. kerületben. Micsoda izé, Karácsony Gergely kérdése, játék ott van. Hány önkormányzati bérlakás van Budapesten? 2017-es adatra emlékszem, ami 41 ezer környékén van, azóta valószínűleg kevesebb, és ennek a töredéke fővárosi a kerületek többségében van. Stimmel. Kálmán Olga kérdése, melyik kerületnek van a legtöbb bérlakása? Feltételezem, hogy az 5. kerületnek. 13. kerület. 13. Igen. Úgy láttam, hogy tudták volna a többiek. Kerpel Frónius Gábor kérdése, hány önkormányzati bérlakás áll üresen Budapesten? Minden 9. Én számot tudok, a minden 9. az számokra lefordítva. Na, 4%, jó nálunk. 100 ezer üres lakás van, az önkormányzati bérlakásokat ebből nem tudom. Pontosan? 3900 környékén. 3900 a pontos válasz, így van. Az utolsó kör a főváros gazdálkodása. A teljes magyar GDP hány százalékát termelik Budapesten? Hát több mint az egyharmadát, olyan 40% környékén. 35 és 40 között. 36%, stimmel. Kálmán Olga, mennyi pénzből gazdálkodhatott Budapest 2010-ben? Ugye ez volt Demszky Gábor. 560 milliárdból. 535 milliárd. 560 volt az utolsó, és most 380. A főváros honlapja szerint 535 milliárd, de ezen a néhány 10 milliárdon nem fogunk összeveszni. Kerpel Frónius Gábor, mennyi pénzből gazdálkodhat most Budapest? Tehát az 266 milliárd a bevétele, és 380 milliárd a kiadása a tervezet szerint. Stimmel. Köszönöm szépen, innen folytatjuk hamarosan. Na, túl vagyunk a kvízem. Nem úgy, Jussi, érdekelne, hogy... És neked ki lenne a jó jelölt, vagy hogy mondjam, kit szeretnél főpolgármesternek, ha itt vagy még egyáltalán? Na és a következő néhány percben lehet érinni, meleg van, nyugodtan. Szóval a következő néhány percben azzal folytatnánk, hogy... Cukrot neki! Budapest főpolgármestere lesz önökből. Mi lesz az első három intézkedésük, amit haladéktalanul meghoznak? Na erre kíváncsi lesz, hogy első intézkedésem az lenne, hogy kineveznék egy elszámoltatási biztos, nem tudom, hogy milyen néven, de lényeg az, hogy a legértékesebb fővárosi szerződéseket azonnal áttekinteném, hogyha azok hátrányosak a fővárosra nézést, akkor azokat megpróbálnám fölmondani, illetve kártéréseket indítani. Ehhez kell hivatalba lépni? Tehát ezt nem lehetne már most elkezdeni? Hát szerintem most arról beszélünk, hogy mi történne akkor, hogyha hivatalba lépnék. Igen, ezt csinálnám. Szerintem igen. Okay. Egyébként ugyanezeket a standardokat, amiket a múltra vonatkoztatnék, azokat a jövőre vonatkozóan is szeretném, ezért egy átláthatósági biztost is szeretnék kinevezni, akinek a legfontosabb feladata az, hogy megfogalmazza azokat az átláthatósági standardokat, amiket érvényesíteni akarunk, amivel az átláthatóságát és áttekinthetőségét Budapest gazdálkodásának a legkomolyabb szintre emeljük. Komoly gyanú van?
Tehát amit elmondott első két intézkedésből, ebből számomra az következik, mintha masszatolásokat látnak. Én azt gondolom, hogy Budapest... Hát azt értem, Nyuszi, hogy egyiket sem, és a érvel is tök jó, de... Tehát valaki azért mégiscsak lesz. Közpénzeket magánzsebekbe vándoroltassanak. Ugyanúgy, ahogy országos méretekben is van, ez budapesti méretekben is van. Okay. És a harmadik pedig az üresen álló önkormányzati bérlakásoknak a föltérképezése, állapotuknak a föltérképezése, egy lajstrom róluk és egy nyilvános pályáztatási rendszer, hogy ezek ne legyenek elzárva a rászorulók. Köszönöm szépen. Nincs szabott sorrend. Az egészségünk biztonsága 5-15-25. 5 percen belül tudjak időpontot... Jó, ez egy akkora izé fasság, amit most mond, nagyon kemény. Egy nyitva tartó patikát. 25 percen belül derüljön ki, hogy milyen ügyeleti, orvosi szükséget bírok, tehát mire van szükségem, milyen segítségre. A másik legfontosabb terület az a köztisztaság. Naponta felmossuk az aluljárókat, hetente felmossuk az utcákat. Ez nem csak köztisztasági, hanem levegőszennyezettségi kérdés is. Az utca porát is el kell takarítani. Harmadik. A köztisztaság területén, igen. És a harmadik, ami nem közvetlenül a tisztaság, de mindenképpen havonta, mert a levegő tisztasága is fontos, 10 roncsderbi buszt le kell cserélni elektromos buszra. Tudjuk a költségét, és ne higgyenek azoknak, akik azt mondják, hogy ez megvalósíthatatlan. A harmadik intézkedésem pedig az, hát az kicsit szertágazó a közlekedés területén. Először is szeretném, hogyha a 18 év alatti diákok ingyenesen használhatnák a BKV-t. Ez is kigazdálkodható. Szeretném a parkolási mutyit kicsavarni mindenki kezéből. A parkolás kizárólag a főváros kezébe tartozhat, és készpénzmentessé szeretném tenni. A harmadik pedig azonnali hatállyal szeretném a légkondicionálást megoldani a 3-as metron. Ez a 3 fő terület van, 3x3 ponttal. Jószerivel szerintem mindegyikről fogunk még beszélni. Elérkeztünk a 0 XP-hez, innen már nincs gond. Első nap el lehet kezdeni, mert ez egy őrületesen nagy vállalásnak tűnik. Első nap azonnal fel kell venni a... Jó sikerült eddig a mai nap. Ma körülbelül majdnem 20 helyen van orvosi, házi orvosi ügyület. Kirakozom még talán én is valamit. Ezek kerületi fenntartásban vannak. Plusz ott van a mentőszolgálat. Ha nekem bármi bajom van, az éjszaka kellős közepén, nem biztos, hogy egyből mentőt kell hívni, de az meg nagy valószínűséggel be fog következni, hogy az orvosi ügyület nem tud kijönni hozzám. Egész egyszerűen a mentőszolgálatnál van egy olyan szakértelem, egy olyan tudás, akik ezt a házi orvosi ügyeleti rendszert, a házi orvosi gyermekügyeleti rendszert össze tudják hangolni. Okay. 25 percen belül derüljön ki, hogy mire van szüksége. Hát a kapcsolatfelvételig el lehet jutni, 24 órában elfogadom. Karácsony Gergely. Hogyha egy kicsit ilyen tágabban értelmezzük, hogy mi az első 3 intézkedés, akkor én sem olyat mondanék, amit egy nap alatt meg lehet tenni, bár nekem, amit a Gábor mondott, azért szimpatikus, mert nekem ez volt az első intézkedésem, hiszen az újai polgármesterként az első elfogadott rendeletünk pont az átláthatóságról szólt. Bevezetném a Tiborcadót, a 500 milliárdnál drága. Ez a Tiborcadó, ez is vicces. Igazságot tudnak szolgáltatni a budapesti. Az a baj. Kapta már a keresett levelet? Miért nem kaptam meg, hú, már alig várom, hogy pereskedjek Tiborcz Istvánnal. Nem tudom, miért vette a nevére. Ja, megint elfelejtettem bekapcsolni a bufokat, de nem baj. Igen. A név ötlet? Igen, hát azt gondolom, hogy ő lehet, hogy nem közszereplő, de hogy közpénzszereplő, az egészen biztos. Úgyhogy bevezetném a Tiborcadót azért, hogy a lakhatási problémákat tudjuk enyhíteni. Elkezdeném Budapest legnagyobb budapesti nagy erdőprogramot a Csepeli-szigeten. És új egyensúlyt szeretnék kialakítani a közlekedés politikában. Hogy el kell érnünk azt, hogy nem csak a diákok esetében, ami egy nagyon helyes javaslat, hanem a felnőtt lakosság esetében is csökkentsük jelentős mértékben az éves béletek árát. A bécsiek de most már legalább van kapcsolva. A budapestiek, miközben 3,5-szer annyit keresnek. A Kálmán Olga megjegyzése arról, hogy ne higgyenek azoknak, több hogy nem lehet Budapestet elektromos buszokkal felszerelni, nem vette egy kicsit magára? Nem. Az kétségtelen, hogy az elektromos... Igen, és párbeszéd részről érkezett. Igen, az elektromos buszok egy óriási lehetőséget jelentenek a nagyvárosoknak. Ezzel kapcsolatosan sokfélét olvasunk és gondolunk. Lehet látni azt, hogy nyugat-európai nagyvárosok készülnek erre a fordulatra. Mondjuk a világ leggazdagabb városai is egy kicsit kevésbé ambiciózusnak dolga, de hát
ezen nem múljon, ha lesz rá pénz és a rendelkezésre áll a technológia, akkor ez működhet. Az nagyon fontos tudni, ha már belemegyünk szakmai részletekbe, hogy Párizs, amely élen jár az elektromos buszok beszerzésében, ők is úgynevezett szólóbuszokat vesznek, tehát a nagycsuklós buszokat egyelőre még nagyon nehéz kiváltani elektromos buszokkal, de azt mondom, hogy ezen biztosan nem fogunk összeveszni, az biztos. Van olyan is, ahol kiváltották a nagycsuklós buszokat. Az biztos, azért hogy sem fogunk ezen vitatkozni, mert például a kormánynak hát, egy nagyon határozott. Nem tudom elmondani, amit gondoltam, de nem baj. Nagyon határozott. Azt mondta az András, hogy közbevághatunk. Yes. A kormány április 18-án Gulyás Gergely részéről bejelentette azt, hogy 3000 elektromos busz beszerzését finanszírozza. Tisztelettel kérem már most a kormány képviselőjét, hogy Budapest kér ebből a 3000 darabból. Más dolog, hogy el lehet írni a kormánynak egyetlen szavát is ezzel kapcsolatosan, hogy bármivel kapcsolatosan, de jó. A folytatáshoz megalapoztuk a hangulatot. Köszönöm szépen. Elképzelések közlekedésről, parkolásról, lakhatásról, élhetőségről, a zajszennyezés és a légszennyezés csökkentéséről, egy jobb levegőjű, zöldebb városról. Ezzel folytatjuk néhány perc múlva. Ezzel el kell futni, vagy hol? Megérkeztek az EMAG nyári... Ja, Jézusom, van reklám is, beszart. Jaj! Hát egyébként megnyuszi, az túl macerás lenne, amiről te beszélsz, hogy... Vagy nem is tudom azt, hogy lehetne megvalósítani. Lehet, hogy csak én vagyok a hülye, hogy nem tudom. De azt, hogy az Istenbe tudnád szabályozni, hogy felszáll a gyökér a buszra, és akkor az egyik csak egy megállót megy, a másik tizet és különböző összeget fizessen. Ezt mégis hogy lehetne megoldani? Akadnál egy asztal és néhány haver? Szerváljod a nekik a tucspontban! Játék, szett és megy! Tucs, beroppantja a bulit. Na jó, de hogy kezelik le? Az csak valami elektronikus jegyrendszerrel lehetne csinálni. Ami mondjuk nem lenne baj, effektíve, sőt. De szerintem nem ez a legnagyobb problémája a világnak jelenleg. Sőt, a gép belül is penészes lehet. Egy év alatt akár fél kiló szennyeződés is felhalmozódhat a csövekben, szűrőkben, mindenhol. Szerencsére itt az új Calgon 3 az egyben. Semlegesíti a vízkövet és eltünteti a szennyeződéseket minden mosásnál. Tiszta gép, makulátlan ruhá. Miért tényleg itt meg sem néztük, hogy van-e valami? Kiváló alapanyagok, szakértelem és egy csipet a gyulai lélekből. Na persze nincs. Ezért lehetünk a jelenünkre ugyanolyan büszkék, mint a múltunkra. Nyer gyulai termékekkel megpakolt hűtőt, wellness hétvégét vagy több mint 150 egyéb ajándékot. Nandi, ez a Warhammer 40.000-es megoldás, hogy aki nem ott száll, ahol kell, akkor elkezdünk lőni. Mi állítjuk fel őket. Ezért csak tudjuk ledönteni azokat. Amikor mélyen magunkba nézünk, akkor találjuk meg azt a tisztaságot, ősi erőt és bátorságot, mely megállíthatatlanná tesz bennünket. Meríts erőt önmagadból. Jana, a mélysége mindenek feletti. Jana, találd meg a frissességet. Hát egyébként az nem lenne rossz nyuszi. Én nem mondom, hogy rossz lenne. Mosogatószert használ. De csak Anna Ad Finish gépi öblítőszert a mosogatáshoz, a száraz és ragyogó eredményért. A 100%-kal jobb teljesítményért használjon Finish Shine and Protect gépi öblítőszert. Kedvezmények hete! Játékhegyekkel! Most hihetetlenül sokat spórolhatsz! Vigyázz, nem tart örökké! Most vásárolj szuperáron Little Tykes teknős homokozót fedélet. Na, ha most toljuk hajnal kettőig, még lehet annyi XP, mint amennyi volt kezdéskor. Kedvezmények hete! Az a bot, hétfőtől az 500 g-os darált sertéshús 529, a 190 g-os füstölt paranyica 300. A Warhammer verzió kétszer munka lenne. Génjeim csak részben felelősek kisbabám egészségéért. 75%-ban életmódon befolyásolja azt. Már a kis élet tervezésekor nagyon sokat tehetek azért, hogy megkapjon mindent, ami a fejlődés támogatásához szükséges. Mielőtt a kis élet megfogan, kéz is felszerelhet. Na csak egyébként, hogy kötözködjek egy kicsit nyuszival, amíg megy a reklám. Családot keresd a gyógyszertárakban. Femibion. Totál egyetértek nagyjából azzal, amit mond, hogy úgyis hazudnak, meg blablabla, meg nem a kis emberek érdekeit nézik, meg blablabla. Próbáld ki inkább ezt.
Csak azzal az az egyetlen egy baj van, hogyha így fogod magad és beletörődt és leszarad, akkor csak rosszabb lesz. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegség. Ez nyilván nem tegnap délután lett elkúrva, meg nyilván nem nyuszin múlik. Az OTP bónusz hitelkártya. Ő itt Dóri, aki az új akciónkban igényelte hitelkártyáját. De sajnos, hogyha sokan így gondolják, akkor igenis rajtunk múlik. Most az utazását is ezzel fizeti. Bármerre indulna, idén önnek is elérhető lehet a kamatmentes nyaralás. Ráadásul pénzvisszatérítéseket kaphat vásárlásai után. Igényelje OTP bónusz hitelkártyát, és most 10 havi kamatmentes részletben fizetheti nyaralását, utólagos részletfizetéssel. Hát nyuszi, indulj el, én rátszavazok, esküszöm. Egy szavazatot kapsz. Hú, már majdnem elértük az 1% XP idea. Ármel Opera Fesztivál. A különleges színház élményre vágyók népszerű találkozója július 2-től 6-ig Budapesten és Bécsben. A MÜPÁ-ban Izland, Belgium és Ekvádor társulatainak bemutatóit, Bécsben a MUC színházban két magyar produkciót láthatnak, amelyekre Budapestről ingyenes operabuszt indítunk. Jegyek és információk armelfestival.org, jegy.hu. Jó, micsoda zene indult be. A Western City Center és a Roland Ivatház bemutatja Hugo Hugo Boss. Tommy Hilfiger. Most jöttem rá, egyszer, hogy nem kértem pénzt a gyökerektől, hogy bemutatjuk a reklámokat. Hölgyeim, ugye tudják, mit jelent az a szó, hogy inkább... Benyoszi, nem csinálod úgy, hogy jó legyen. Ez nem így működik, tudod, mert... Attól, hogy te úgy próbálod csinálni, mint mindenki más, mint én is, vagy bárki, hogy neki jó legyen. Jó, vannak még ezek a köcsögök, akiket politikusnak hívnak, és azok meg jól el fogják dönteni a fejed fölött, hogy neked ne legyen jó. Érted, nem olyan, hogy elköltözöl egy lakatlan szigetre és leszarod. Ugyanúgy itt fogsz lakni. Ugyanúgy itt fogják szívni a véred ezek a tetve. Hát erre nem feltétlen a legjobb megoldás szerintem azt, hogy beleszarni. Az ellenzéki főpolgármester. Most lehet, hogy egy kicsit sarkított példa, meg igazándiból nem is Nyuszinak szól. De ez gyakorlatilag olyan, két markáns programelemet ismertetünk a jelöltektől. Ezekről először az, mint hogyha beletörődnél abból, hogy minden héten jön valami köcsök betörő, kirabul a gecibe. Egy kérdés, ami nagyon érdekel engem. És akkor így beletörött, hogy jó, hát kirabul a pincébe, eldugjuk a szajrét, meg a kedvenc helye Budapesten. Mit tudom én. És a Városliget. Inkább meg se veszem, hogy ne raboljak ki. Nekem a Károly kert nagyon sokat. És hát akkor mindegy, jó, az így. Hát kirabol, hát kirabol. Mi az, ami különösen szép benne? Hát, hogy az 5. kerületben találsz végre egy zöld felületet. Ez már önmagában unikális, mert ugye elég sokat kellett addig szaladni az aszfalton, vagy védekezni úgy, hogy a rád fröccsenő autóbusz által fel nyomott sár tengert, azt megpróbálta az ember így a hátával kivédeni és a gyereket óvni. És akkor, amikor végre arra a kis szigetre megérkeztünk a babával, akkor az egy jó érzés volt. Gábor? Nekem a római part. Azért nem a római parton vagyok meglepve, én őszintén szólva arra számítottam, hogy mindenki kitérő választ fog adni, mert egy város készülő főpolgármestereiként nem emelhet ki egy kerületet, mondjuk Karácsony Gergely ilyen szempontból természetesen kivétel. De hogyha egyszer volt egy egyenes kérdés, akkor arra az ember ad egy egyenes választ, és nem azt válaszolja, amit így a választók hallani akarnak. Lehet, hogy nem ehhez vagyok szokva, de köszönöm szépen. Jó leső érzés ezt megtapasztalni. Őszinte kérdés, őszinte válasz. Köszönöm. Szeretnék egy grafikont mutatni önöknek, és természetesen a nézőknek is. A grafikon azt ábrázolja, ami a budapestieket leginkább foglalkoztatja vagy bántja. Látják, a grafikon élén torony magasan az egészségügyi kérdések, aztán 15%-kal a lakhatás, 12%-vel az utak állapota, 10-es az autók és dugóhelyzet, ez még mindig közlekedés, és legalul szintén 10 ponttal a közösségi közlekedés és a tömegközlekedés állapota. Ezt csak azért mondtam el, mert nagyon hasonló tematikában fogunk haladni.
Kerpel Frónius Gábortól idézek, a budapestiek a havi bérüknek maximum 30%-át költsék lakhatásra. Budapesten elszabadultak az ingatlan árak, tehát most már egyáltalán nem kirívó, hogyha egy lakás négyzetméterre 1 millió forint fölött van. Mit tud ezzel kezdeni a fővárosi önkormányzat? Hol van ebben mozgástér? Hát növelni kéne a önkormányzati bérlakás hányadot mindenképpen, és úgy általában vissza kéne vezetni egy csomó lakást a bérletként hozzáférhető lakásoknak a piacára. Tehát ugye jelenleg a kormányzati politika az elsősorban a tulajdonlást támogatja, például a csok is erre vonatkozik. Budapesten a lakásoknak a 80%-a saját tulajdonban van, és ez egy olyan dolog, ami egyébként a mobilitásra is hátrányos hatással van. De az ugye probléma, hogy például a diákok, akik nem találnak kollégiumi elhelyezést, fiatal pályakezdők, fiatal családosok, meg úgy általában mindenkinek nagyon nagy problémája az, hogy nagyon sokat, átlagosan 60-70%-át kell a jövedelmüknek lakbérre költeni, akik kénytelenek lakásbérelni. Én ezt értem, a hogyant még nem teljesen. Tehát mondjuk a befektetési céllal vett lakást nagyobb üzlet rövid távra kiadni. Tehát például a kormány turizmus támogatói tervei, az pont szembe megy az ön elképzelésével. Hát, van ugye egy meglehetősen nagy Airbnb piac, 2017-ben 1,5 millió vendégészakát töltöttek Airbnb-ben, jövőre valószínűleg 2 millió lesz. És ennek a bevétele, ez semmilyen módon nem, tehát az ennek a bevétele az adó terhelés formájában nem jelentkezik a közösségi költségvetésekben, tehát ezt nem. Na, akkor egy másik kérdés. Van itt olyan, valamilyen módon azért nem lesz jó kérdés, mert nem nagyon szoktak kirogatni az emberek, mondjuk Nyuszit leszámítva, meg Nandit. Üresen áll. De hogy van-e valaki, aki el tudja azt képzelni, hogy visszavezessük ezeket az üres azok közül, akik most ez is fontos, versenyeznek itt azért, hogy ki legyen az előjelölt, jelölt. A harmadik pedig az, hogy valamilyen módon... Hogy esetleg jobb irányba el tudná vinni a dolgokat? Mégpedig mi azt mondjuk, hogy nem úgy kell a bérlakásokat építeni, hogy az önkormányzat saját kivitelezésében csinál bérlakásokat, hanem megpróbáljuk a társasház kivitelezőket rávenni arra, hogy, illetve kötelezzük őket arra, hogy az újonnan épülő lakások 30%-át a piaci ár 50%-áért eladják az önkormányzatoknak, hogy azok ilyen módon növeljék a bérlakások hányadát. Piaci ár 50%-áról, akkor ők vagy buknak rajta, vagy elesnek haszontól, amit egyébként megszerezhetnek. Vagy valamennyire emelkednek az árak, igen, ez benne van, tehát hogy a többi lakáson vissza kell hozni, de ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon piackonform megoldás, hiszen előre kalkulálható üzletileg az, hiszen így kapják az engedélyt. Igen, gondoltam, hogy ezért lesz rossz kérdés, mert erre aztán végképp nem fog írni senki. Én nem a piacot piszkálnám, én sokkal inkább a kérdéseket nem piszkálnám, hanem megbeszélném velük ezt első körben, ezt a problémát, amikor itt az üresen álló önkormányzati bérlakások kérdését feszegettük. Igazából azt sem tudjuk pontosan, hogy hány üresen álló önkormányzati bérlakás van. Miért állnak ezek üresen? Ugye azt mondjuk nagyjából 4000 lakás. Miért állnak üresen ezek az önkormányzati lakások? Nyilván többségére kellene némi ráfordítás, de hát ez nem megspórolható. Sem az új bérlakásépítés nem megspórolható, és a régiek felújítása és értékesítése szociális, illetve piaci alapú bérlakásként nem megspórolható. Én ezt szeretném a kerületi vezetőkkel természetesen első körben megbeszélni, és örülök, hogy Gábornak is van olyan ötlete, hogyha nem megy, szép szóval akkor legyen valami fajta nyomatékosító erő a fővárosi önkormányzat kezében. Az biztos, hogy 5 éven belül 10 000 új bérlakásnak kell épülnie a fővárosban, és ne kételkedjenek, ezt is meg lehet csinálni. Mondjam a számokat? Szeretném, hogyha Gergely fölcsönöm. Mondom, 300 milliárd forint, hogyha van ennyi pénz, akkor meg kell csinálni. Ennek a Momentum javaslata szimpatikus, erős kétségeim vannak azzal kapcsolatosan, hogy működik-e, tekintettel arra, hogy ennek ez lesz az eredménye, hogy a bérlakásépítő cégek, vagy a lakásépítő cégek még drágában fogják értékesíteni a lakásaikat, mert be fogják kalkulálni azt a kockázatot, hogy az önkormányzat vagy megveszi, vagy nem veszi meg, ennek van egy negatív hatása. Szerintem bérlakásokat mindenképpen kell építeni, és nagyon fontos az, hogy az üresen álló önkormányzati bérlakásokat is fel kell tudni újítani, vagy ha nem is újítja fel az önkormányzat, akkor legalábbis kötelezni kell őket arra, hogy felújítási kötelezettség mellett adja bérbe, hiszen ezeknek ez is a többsége azért áll üresen, mert gyakorlatilag lakhatatlan állapotban nem, van. Azért áll üresen, mert fideszes polgármesterek vezetik ezeket a kerületeket, és ők tojnak erre a problémára. Ez
Nyilvánvaló, hogy ez egy macera. Hmm. Nyilvánvaló, hogy ezeket a bérlakásokat jellemzően egyébként olyan polgárok szokták bérelni, akik nem feltétlenül Fidesz szavazók. Ennek csak és kizárólag politikai okai vannak. Tehát, hogyha elindulok abba az irányba, hogy ösztönözzük a kerületeket, hogyha nem is akarja kiadni, akkor adja át a fővárosnak értékesítésre, tovább bérlési lehetőséget biztosítva, akkor ez egy komoly erőlépés. És nagyon fontos, hogy a fővárosi önkormányzatnak rengeteg olyan vagyoneleme van, ami alkalmas arra, hogy egy bérlakásépítési vagy non-profit lakásépítési programban részt vegyen. Nem kell feltétlenül minden egyes esetben az önkormányzatnak bérlakásokat építeni, mert a jól működő nagyvárosi lakáspolitika, abban az egyik elem a bérlakásépítés, a másik pedig a non-profit lakásépítések, amelyek Magyarországon szinte teljesen ismeretlenek, és az Airbnb kapcsán pedig azt gondolom, hogy az Airbnb-t igenis korlátozni kell, amíg egy városban emberek utcán élnek, másoknak pedig nincsen megfizető lakhatása, addig nem használjuk szállodára a lakásaink. Karácsony Gergelynek szeretném megadni a szót. Csak azért, mert elvész ötlet, hogy csak kifutunk az időből. Egy mondatot muszáj a lakással kapcsolatban. Egyébként ez a lakás kérdés is egy totál érdekes dolog szerintem. 23 kerület plusz főváros, évente 100 lakást. Már valahol mindegyiknek igaza van. Akkor az már 2400, hogyha azt beszorozzuk 5 évvel. Mindjárt elolvasom, amit írtál. 100 lakást nem tud a kerület bevállalni és felépíteni. Piaci alapon lehet értékesíteni. Meg fogjuk csinálni. Közlekedés. Bocsánat, elnézést, azért még én is hozzátennék néhány dolgot ahhoz, amit a Karácsony Gergely mondott. De kiégett az agya. Ez, amit mond a közösségi lakásépítésről, az egy változást jelent, ami egy feltétlenül hosszabb távú dolog, mint amennyi idő alatt ezt a kérdést nekünk meg kell oldani. A másik a kockázatokról. Szerintem az önkormányzatnak vállalnia kell, hogy ezt ekkor a hányadatot viszik ezen az áron. Tehát az építetőnek nincs kockázata. Az önkormányzatnak viszont csökken a kockázata, mert hogy pontosan tudja, hogy olyan lakásépítésekről van szó, amiknek a minőségén nem fog spórolni az építető, mert hogy a 70%-át tulajdonba adja. És a szegregáció, amin ugye a múltkor vitatkoztunk, hogy szerintem ennek van az az előnye is, hogy a bérlakások, illetve a tulajdonolt lakások ugyanabban a házban vannak, tehát a vagyoni szegregáció, Budapest ketté hasadása nem folytatódik tovább, és ez egy nagyon fontos szociális célom nekem, mint főpolgármester. A budapestiek fájdalom listáján előkelő helyen van a közlekedés is. Karácsony Gergely bevezetné a közlekedési alapjövedelmet. Ugye az alapgondolat az volt, hogy az autósok is kapnak támogatást a parkolási hozzájárulás vagy a parkolási utalványok formájában, így aztán ez járna másnak is. De ugye Budapest nem csak autósokból és nem autósokból áll. Nem, Budapest emberekből áll, emberek, polgárok élnek itt, akik valamilyen módon közlekedni akarnak. És mindenki. Tehát nem lehet, mindenki. Hogy például vannak idősek, akik nagyon ritkán mozdulnak ki otthonról. Vagy van sok ember, aki kerékpárral. Világos. Én azt akarom mondani, hogy egy jó város úgy tekint a polgárai, akik közlekedni akarnak, és ehhez eszközöket kerestek. Nem autósokban gondolkodik, meg bringásokban, hanem polgárokban, akik közlekedni akarnak. Abban szerintem mindannyian egyetértünk, hogy Budapest túlterhelt az autóktól, részben az átmenő forgalom és különösen a belvárosra terhelő autóforgalomnak óriási egészségügyi és más átültői vannak. Tehát ezzel valamit kezdeni kell, ez az egyik. A másik, miközben fejlesztenünk kell a közösségi közlekedést, erről, ha lesz még időnk, biztosan fogunk beszélgetni, mik a legfontosabb fejlesztések. Szerintem egyébként a meglévő metrószakaszok meghosszabbítása a legfontosabb, mert ezek alkalmat adnak arra, hogy a város végpontjain építsünk P+R parkolókat, és onnan akkor az agglomerációban ne kelljen autóval bejönni, hanem ezekkel a gyors és kényelmes közlekedési módokat választassák az emberek. De ezzel együtt is a budapesti tömegközlekedés szerintem drága. Még egyszer mondom, hogy van a bécsi példa. Bécsben, amikor a zöldek bekerültek a városvezetésbe, az volt a fő programpontjuk, hogy 1 euró legyen a közlekedésnek az ára. Magyarországon vagy Budapesten nagyjából ennyi, csak ugye háromszor annyit keresnek Bécsben az emberek. Tehát olcsóbbá kell tenni a közlekedést. Az alapjövedelemnek az a filozófiája, hogy én pont, hogy azt az elvet követem, hogy mindenki kapjon valamilyen támogatást, vagy azáltal, hogy egy olcsóbb éves bérletet tud venni, vagy azáltal, hogy a ma ezek szerint akkor 100 000 fizetős parkoló helyen egyébként ingyen parkoló polgárok, csinálom egy kis helyet a tatyókból. Ha bevállalja azt, hogy az autót nem fogja használni a belvárosban, akkor ő is megkapja ezt a támogatást. Elvenni senkitől nem veszünk semmit, mindenki kap valamit. Jellemzően egyébként azt szeretnénk elérni, hogy az éves bérlet ára nagyjából a felére vagy harmadára csökkenhessen. Ezt, hogy rákényszeríteni az embereket, hogy a külső kerületekben hagyják az autójukat, ez nem a belső kerületeknek, hát anyagi kényszerrel. Nem ez nem a belső kerületek lakóinak az ügye?
Nem, hát az egész főváros, ugye, hát pont az a baj egyébként például az egész parkolási rendszerrel, hogy nem egy egységes fővárosi parkolási rendszer van. Ez egy óriási probléma. Az is egy probléma, hogy a parkolási bevételeket nem közösségi közlekedésre fordítjuk, hanem másra. Valahol ellopják, valahol nem. Hát valahol igen, valahol igen, nem. Igen. És ez azért rossz, mert nem tud a város egységben gondolkodni. Egy egységes parkolási rendszer szükséges egy egységes közlekedéspolitikához, és abban a közösségi közlekedésnek a versenyelőjét növelni kell, azzal, hogy a közlekedés jobb és olcsó. Itt alapvető filozófiai különbség van szerintem Karácsony Gergely és én közöttem. Én nem a támogatás, vagy a büntetés, vagy a támogatás megvonása, vagy ilyen célú ösztönzéssel gondolkodom elsőként, vagy első lépésként, hanem elvégezni azt a feladatot, amit az elmúlt 9 évben nem végzett el ez a főváros, nem végzett el ez a kormányzat, vagy nem adta oda rá pénzt. Egyszerűen ebben a városban csak az szenved, aki ezt a várost használni akarja. Nem tud közlekedni, nincs normális csatlakozás a különböző közlekedési eszközök között. A biringások életveszélyes módon biciklizhetnek. Egyébként ez biztos. Számtalan más helyen. Margit hídon, bocsánat, kiváló kerékpársávban egyébként. Én nem merek abban a kerékpársávban sem biciklizni, biztos én vagyok a gyáva, és nálam sokkal bátrabb férfi emberek vannak. Olyan helyeken, ahova felfestik a bicikliút sárga festékkel a csíkját, az nem egy biztonságos bicikliút. Biztos vannak kamikáze. Tehát először is el kell végezni azokat a feladatokat, az nem járja, hogy egy várost sem megkerülni nem lehet ingyenesen, sem áthaladni nem lehet rajta ingyenesen, hogyha a dugódíj kérdéséhez kiukadunk. A tömegközlekedés, a kötött pályás közlekedés, a P+R parkolók építése, és nem csak a külső kerületekben. Fel kell venni a kapcsolatot az agglomerációs polgármesterekkel is, a külső kerületekkel érintkező települések polgármestereivel. Hát hány ember jár ide dolgozni? Ők is szívesen letennék az autójukat. Ne büntessük mindig csak az autósokat, vagy csak a tömegközlekedőket. Mindenki élni akar ebben a városban, de pillanatnyilag senki nem teheti meg ezt. Gábor? Na, ebben egyébként kurva nagy igazságom. Mármint legalábbis ezek a bicikli utak úgy el vannak kurva, mint az állat. Itt is, ahol én lakok. És pont ellenkező. Egyfelől nem csinálta a bicikli utat. Takarodjál már hülye bogár. Hanem fogták, és az eddigi járdára rárajzolták, hogy akkor mostantól bicikli út. Ezzel az ötlettel kapcsolatban az a problémám, hogy az most megy fájt a gyalogosok meg a biciklisek között. Volt, és ezért nem lehet pontosan tudni, hogy mennyibe kerül, mit érünk el vele. Másfelől, amit csináltak bicikli után, azt olyan ügyesen csinálták, hogy simi-simi kockacukor. No igen ám, de mire akarjuk azt a pénzt használni, amire egyszer megkapjuk? Biztos úrista, hogy valaki olyan csinált, aki még nem látott biciklit közelről. Én abból indulok, én már ilyen konzervatív. Megcsinálták a biciklutat, bazd meg. Budapestnek a költségvetése sajnos nem lesz több. Miből? Nyomás alatt fogunk élni. Térkőből, bazd meg. Úgy ráz, mint a kurva élet. Nem megy rajta biciklis. Ilyeneket tudunk maximum alkalmazni, hogy például a menetrendeket összehangoljuk. Jó, hogy nem macskakőből csinálták. Olyan emberek számára. Tehát az alternatívák felkínálása az embereknek, mert tényleg nem olyanok vannak, hogy autósok meg bringások. Az ember megfontolja, hogy éppen akkor mit akar elintézni, annak megfelelően választja a tömegközlekedést, a bringát vagy az autót. Szevasz, Varga Krisztián. Ez kombinációját. Szerintem az hát, esetben nem tudom, hogy javíthatnánk a budapesti. Miért jó, de ha jó, akkor jó, hogy vidéki vagy. Amit használhatunk az agglomerációs közlekedésre. De ott is vannak ilyen dolgok, gondolom. Meg ilyen közösségi elektromos autókra, ezzel is csökkentenénk az autóknak a számát a belvárosban. Miért szüntették meg a közlekedési szövetséget? Igen. Olga, Kálmán Olga ötletével folytatnánk. Szó volt már róla, 5 percen belül mindenki időpontot foglalhasson szakorvosi ellátásra. Fogja változni? Hát ez egy ipari fasság viszont. Időpont foglalástól az, hogy sokszor az emberek egy fél napot várnak a rendelőben, hogy sorra kerüljenek. Hó, fél napot várnak, akkor boldog emberek, akik csak fél napot várnak hát a rendelőben. 3 hónap múlva, amikor a időpontot kapok. 3 hónap múlva várnak fél napot. Mi változik ettől? Oké, időpontot foglalni könnyebb lesz, gyorsabb. Először is ugye azt pontosan tudjuk, hogy a Fidesz kormány a főváros kezéből számtalan olyan dolgot csavart ki, amiben bizony nekünk nagyon jó lenne, ha lenne beleszólásunk. Például az egészségügyi ellátásunkba, például az oktatásunkba. A szakrendelésekkel kapcsolatban
Én nagyon szépen meg fogom kérni a miniszterelnököt, az illetékes miniszterelnököt. Na, majd biztos hatni fog, ha szépen megkéri. Hogy ne büntesse a város, ne büntesse a magyarokat. Meg fognak hatódni. Azaz. Meg fog hatódni Orbán Viktor, amikor közlik vele, hogy leíti. Ha viccesen gondolja egy miniszterelnök, hogy a magyar emberek, a budapesti emberek egészségével játszani lehet, akkor azt gondolom, hogy nem vicces, hanem sírni való. Az önkormányzati törvényt a Magyar Országgyűlés tudja megváltoztatni. Világos. Nem fognak ott változni az arányok attól, világos, hogy főpolgármester az, van esetleg. De lesz. De az, hogy Budapesten 5 percen belül legalább az időpontot tudjam lefoglalni, ha már egyszer abban nincs beleszólásom, hogy ne kelljen 2-3 hetet várni egy szakvizsgálatra, de legalább ne kelljen fél napokat telefonálnom. Sok esetben nincs ki felvegye a telefon. Miért is attól lesz? A fővárosi önkormányzat meg fogja szervezni azt az ügyfélközpontot, ami a főváros területén lévő szakrendeléseket és az odafoglalható időpontokat koordinálja. Hát ez nem könnyíti a budapestiek életét? Dehogy nem. Csak ez kurvára nem így működik. Gyakorlatilag már nem dolgozik ott senki. Valaki elmegy az utcán, azt fölveszik, hogyha be akar menni annyiért dolgozni. Attól, hogy csinálnak egy ilyet, nem lesz lelkesebb a fickó, akire még rálőcsölik baznak pluszba. Hogy na akkor 5 percen belül vedd fel a telefont, Béla. Béla pont elébe fogja szarni. Kirúgni meg nem rúgják ki, mert nincs ember egy darab se tonnában nem tudom, csak köbméterrel készültem. Na ez akkor a vasság, na mindig. Na nem mint hogyha jó lenne, meg nem lenne jó. Csak hogy ezt így nem lehet megcsinálni jelenleg. Nem gyógyulni. Ja, ennyi erővel azt is ígérhetnék, hogy 5 percen belül meggyógyulsz. Szóval 9 millió tonna a széndioxid kibocsátás, és tudjátok azt, és tudják a kedves nézők, hogy mi a legnagyobb széndioxid kibocsátó Budapest területén? Az épületek fűtése. Tehát amikor arról beszélünk, hogy valamit tenni kellene már ennek a városvezetésnek, akkor dobálózhatunk a milliárdokkal. Sokkal kevésbé értjük meg azt, a milliárdok és azok felhasználását, és hogy ez hány százaléka a GDP-nek, mint ha azt mondjuk, hogy köhög a gyerek, aszmás a gyerek, hogy hány kruppos gyerek van ebben a városban, ebben a fővárosban. Iszonyat mennyiségű széndioxid, iszonyat mennyiségű szennyező anyag jut a levegőbe. Kezdjük el korszerűsíteni, tessék, itt az élő példa. A fővárosban található épületek fűtését. Hát a világ e felé halad. Miközben ezzel teljesen egyetértek, ugye a légszennyezettség az oka alapvetően ugye azért nem a széndioxidból származik, hanem nagyon korszerűtlen fűtési módokból, illetve rossz közlekedésből. Ehhez azt gondolom, hogy a belvárosban ki kell tiltani azokat a régi dízeljárműveket. Közlekedés 22%. 22 és 77 a fűtés. A fűtés a nagyobbik része, de jellemzően a légszennyezettség, tehát a betegségeket okozó károsanyag kibocsátás az nem a széndioxid, hanem nitrogén-dioxid, meg a szállópor, meg mások. De most ezen megint nem fogunk összeveszni. Az biztos, hogy főleg a fűtési időszakban a külvárosi részeken is elképesztő rossz a levegő, hiába nincsen intenzív közlekedés, mert nagyon rossz. Budapestnek rossz a levegője, akkor gyakorlatilag a magyar lakosság majdnem ötöde van egészségügyi veszélynek kitéve. Igen, és hát emberek ezrei halnak meg idő előtt a légszennyezettség miatt. Én egyébként visszatérve az Olga egészségügyi javaslatával kapcsolatosan, én ezt fontosabbnak érzem, hogy a főváros mondjuk egy ügyfélközpont létrehozása is egy jó ötlet, de én azt nagyon fontosnak érzem, hogy azt a minimum célt, hogy Budapesten is mindenhol van házi orvos, ez sajnos még Budapesten is probléma, ezt tudjuk elérni, ez kell külön támogatás. Zuglóban a házi orvosok nagyon komoly plusz támogatást is kapnak az állami finanszírozás fölött, és azt kell elérni, hogy a házi orvos tudjon kapni adott esetben interneten keresztül azonnal időpontot, ehhez informatikai fejlesztések kellenek, illetve olyan eszközbeszerzések, amelyeket az elmúlt időszakban már kerületi önkormányzatok elkezdtek finanszírozni, és egy dolgot még nagyon fontosnak érzek. A magyar egészségügyi rendszer legnagyobb problémája az, hogy nincsenek szűrőprogramok, és ami a legelviselhetetlenebb szerint Magyarországon, hogy emberek olyan betegségbe halnak bele, amit hogyha néhány évvel előtt korábban észrevesznek, akkor megmenthetik volna az életüket. Szerintem a szűrőprogramok nagyon fontosak. Na, ez most már egy fokkal értelmesebb szöveget tart. Ez egyet tudok érteni. Ezt a kormányzat elvette a fővárostól, majd magára hagyta. Ez az önkormányzati teljesen lényege, hogy vannak önkét vállalt feladatok. Hogyha egy önkormányzat fontosnak érzi azt, hogy az emberek ne halljanak meg vastagbérrákba, akkor kölcsön erre pénzt. Egy önkormányzatnak szerintem... ez biztos nagyon fontos, csak én azt gondolom, mert Szíj meg River. Nem csak Zugló. Van még 22 másik kerület is. Ezért főpolgármesterként a fővárosi önkormányzat
első számú vezetőjeként én arra fogok törekedni, hogy az összes kerületben oldja meg ezt a mintát, vagy ezt a problémát. Ez kell a 23 polgármester majd, hiszen náluk az lesz, lesz 23 olyan polgármester. Az emberek egészségével nem játszunk. Jó, tehát én nekem ugye a levelezésem az viszonylag hűven tükrözi azt a grafikont, amit az elején mutattunk. Folyamatosan azt kérdezik tőlem az emberek, hogy miért nem beszélgetünk az egészségügyi ellátásnak a nehézségeiről, és szerintem az valóban egy botrány, hogy a fővárosnak nagyon-nagyon kevés ráhatása van erre, és én nem is akarok pont azért az egészségügyről beszélni, hanem arról akarok beszélni, hogy el kell indulnia annak a változásnak, amivel fölismertetjük egyébként egy ellenzéki győzelemmel a fővárosban az emberekkel azt, hogy az önkormányzatiság az egy fontos dolog. Tehát az a mítosz, amit itt a NER táplál, hogy majd attól, hogy megszűnnek a viták és központosítunk mindent, attól nem oldódnak meg az ő problémáik. Tehát igenis el kell indítani egy harcot az önkormányzatiság visszaállításáért, és az őszi ellenzéki győzelem lesz ebben az első lépés Magyarországon. Gábornál marad a szó. Mindjárt gyorsan elbukik azt a 7%-ot. 20 000 kivándorolt magyar jöjjön haza. Na hiszem. Miért? Főpolgármesterként mit tud változtatni semmi azokon a körülményeken, amik miatt ezek az emberek elmentek? És most nincs lehetőség témát rabolni, mert időben megcsúsztunk. Figyelek! Szerintem ez a programunknak a legambiciózusabb része, és itt mindenképpen akartunk egy számot mondani. Sajnos a magyar kivándorlásban az az egyik legnagyobb probléma, hogy éppen a legjobban képzett emberek mennek el a legnagyobb arányban, sokkal nagyobb arányban, mint a környező országokban. Tehát ezeknek a fiatal és nem annyira fiatal embereknek a hazahozatala, az egy nagyon-nagyon fontos nemzeti érdek. Nem mindenki Budapestről ment el? Nem mindenki, Budapestről ment el, itt most a budapestiekről beszélek, hogy őket próbáljuk meg hazahozni, mégpedig azzal nem csak azért mennek el, mert hogy több pénzt kapnak, hanem elmenekülnek attól a folyamatos feszültségtől, amiben itt nap mint nap élünk, ettől a szekértábor logikától, attól, hogy nem a képességeiknek megfelelően, hanem az összeköttetéseiknek megfelelően érvényesülnek, attól egyébként, hogy a város egyelőre alkalmatlan arra, hogy tényleg ilyen világszínvonalú iparokat hozzon ide, és világszínvonalú állásokat. Na ez mind így van, de ezt hogy oldanál meg egy fővárosi polgármesterváltás? Ezen kell változtatni, és majd, hogyha ez sikerül, és ezen igenis lehet főpolgármesterként tevékenykedni azzal, hogy a korrupciót csökkentjük, hogy megpróbálunk együttműködni egyetemekkel és nemzetközi cégekkel, hogy idehozzuk őket, olyan hubokat teremtsünk, ahol ilyen nagyobb együttműködések lehetnek, és akkor majd elkezdenek tudni hazajönni ezek a fiatalok. Hisz abban, hogy egy élhetőbb városból lehet egyszer majd egy élhetőbb ország. Én ismerek egy pár embert, aki elhúzott a faszba. És az is biztos, hogy attól nem jönne haza, hogy ezt megválasszák. Karácsony Gergely ötlete megadóztatná a 500 000 feletti ingatlanokat. Nekem az első gondolatom az volt, hogy az emberek semmiféle kapcsolatot nem látnak a beszedett adók és illetékek és az ő életük megváltozása között. Ezt az ellentétet, ezt hogy fogja tudni áthidalni? Nem tudom, hogy az a pénz, amit tőlem az állam beszed, abból mi az az előny, amit én, a családom vagy a környezetemből élők kapnak. Ezért nagyon világos, hogy a Tibor Czadónak az a filozófiája, hogy miközben Budapesten van egy lakhatási válság, közben egyébként részben az építőipari árakat éppen az viszi fölfelé, hogy presztízs beruházásokra költjük el a budapestiek és az adófizetők pénzét, marhaságokra, stadionokra, a liget tönkretétel és másra, és ezen építési vállalkozók többek között iszonyatosan meggazdagodtak, és Budapesten egyszerre látjuk azt, hogy az emberek 90%-ának rosszabb az élete, és van egy szűk elit, ami pedig felkapaszkodott. Én azt nagyon nehezen viselem el, hogy olyan az adórendszerünk, hogy valaki minél szegényebb, annál nagyobb mértékben adózik, de ezen még nem tudunk majd változtatni, majd talán a következő kormány ezt megteszi. Amit mi tudunk tenni, az a létező önkormányzati adóknak egy igazságosabb kivetése. Gergő, ki fogja felmérni ezeket a vagyonokat? Tehát az APES-en kívül ki van abban a helyzetben, hogy meg tudja mondani, hogy valakinek 500 millió? Azok a kerületi önkormányzatok, amelyek ennek az adónak a bevezetésére ma is jogosultak, akik többé-kevésbé ismerik a saját kerületeket, és pontosan tudják az, mely utcákban kell sétálni ahhoz, hogy ilyen típusú ingatlanokat találjanak. Ebből az adóból befolyó évi néhány milliárd forint az egy nagyon komoly bevételi forrás annak érdekében, hogy a lakhatási válságot megoldjuk, és nagyon egyértelmű az a szándék is, hogy valamilyen mértékben mégiscsak ebben a városban igazságot kell tenni, mert az afelett egy progresszív, demokratikus városvezetés nem mehet el, hogy ez a város ketté szakadt egy szűk elitre, amely nagyon nagy mértékben a közpénzekből gazdagodott meg,
és arra a magára hagyott városra, akit egyébként lenéznek a karmelita korostorból nézve rájuk a miniszterelnökük, és a veje pedig megsértődik akkor, hogyha bizony a nevét valaki leírja egy újságban. Hát sértődjön meg, és aztán járuljon a kasszámhoz és fizessen. Hát én nem gondoltam volna, hogy Karácsony Gergely fanklub leszek, de... A NER lovagok meggazdagodása. De eddig ő beszélt a legértelmesebben. Ez módon történt? Természetesen. Akkor ez nem büntető jogi kategória? Dehogy nem. De. De egyenőre nem legfőbb ügyésznek készülök, hanem főpolgármester. Na hát így van. Jó, csak nem tudtam, hogy lehet keverni az adózást a büntető joggal. Figyeljünk arra, hogy azt mondta, hogy egyelőre, még az is sőt. Ebben a körben a záró kérdés Kálmán Olga ötlete 18 éves korig ingyenessé tenni a BKV járművek használatát. Azért, tehát valaki azért is fizet, hogyha valami ingyenes. Annak valaki kifizeti az árát. Ez 6 milliárd forint. Kit és milyen célból segítene ez az intézkedés? Hát a családokat. Hát mi, akik kisgyerekes szülők vagyunk, hát pontosan tudjuk, minél több a gyermek, egyszer csak elérik az iskoláskort, egyszer csak elkezdik használni a tömegközlekedést, egyszer csak el kell kezdenünk venni nekik a bérleteket. Hogyha a családoknak, akár a több gyermekes családoknak ezt a könnyítést egészen gimnázium befejezésig 18 éves korig megadjuk, hát az hogy ne lenne segítség? Azt a 6 milliárd forintot nem tudjuk kigazdálkodni, nincs is annyi egyébként, mert abban az egyetemisták bérlet és jegyvétele, vagy bérletbevételének az összegét is beleszámoljuk. 6 milliárd forintot ki kell gazdálkodni a BKV támogatásából, különösen úgy, hogy nagyon-nagyon szűkmarkúan ad az állam, ugye 2010 óta a BKV támogatására, itt is lesz még miről tárgyalnunk. A közlekedés. Szeretnék annyit mondani, hogy én ezzel teljes mértékben egyetértek, és ez fontos látni, hogy a jegybevételek ma egyharmad részben finanszírozzák a közösségi közlekedést, és sajnos a magas árak még mindig akadályai annak, hogy többen használják, szerintem a városnak érdeke az, hogy többen közlekedjenek tömegközlekedéssel. De a fiatalok is többen használják, az biztos. Az helyén való, hogy a fővárosi önkormányzat kénytelen költeni a BKV fenntartásra. Remélem nem riadsz meg. Köszönöm szépen, kicsit a ennek a körnek itt most vége, politikai háttér. Rövid időre szusszanunk, a reklám után többek között kortest. Na, megint borzalmas jön. Reklámok jönnek, hála a jó Istennek. Na hát, Isten igazándiból, amire számítani lehetett, az kb. Az megvan. Elég vad dolgokat ígérgetnek. Kedves jelöltek. A Pozsonyi út 2-ben. És bár én igazán nem tudom megmondani, hogy be lehet-e tartani az ígéreteket, de... De azért például ez a Kálmán Olgás ígéret cunami, az nagyon durva volt. Azért arra így látatlanba lenne egy fogadásom, hogy az ipari fasság volt kb. Ez a 5 percen belüli egészségügytől kezdve ez a Jézusom. Tehát még hogyha mondjuk a legjobb szándékkal meg is próbálnál megcsinálni. Tehát könyörgöm, azért nem miniszterelnököt választanak, hanem főpolgármestert, bazd meg. Na mindegy, szóval... Fújjúj. Videó szabadon az új reddel, hiszen a népszerű videó alkalmazás... És amit mondtam menet közben... Igazándiból én abszolút nem hittem volna, hogy Karácsony Gergely lesz nálam a befutó eddig, de az, mert legalább olyan dolgokat beszél, amit úgy el tudok képzelni, hogy nem teljesen hülyeség, mint a Tiborcadós cucc, hogy abszolút de, tehát hogyha nyilván teljhatalma lenne az embernek és ő lenne a diktátor, mondjuk mala diktátor lenne belőle, akkor nyilván az lenne a megoldás, hogy Fidesz sorakozó, Dunapart begépuskázna az összes politikust a Dunába, a pénzüket elvenni, az csá. Csak sajnos nem ez a világ volt. Innentől kezdve, meg éppenséggel, hogyha a főpolgármesterként be tud vezetni egy új adónemet, nem tudom, hogy van-e joga hozzá, de elképzelhető, hogy van, akkor megoldásnak megoldás az is. Mindig tökéletes anyám. Mert a jó helyeken mindig van egy jó szomszéd. A Coop akciós ajánlata. A Big Nostalgia Párizs. És Isten igazándiból szerintem eddig ő mondta a legreálisabb dolgokat. Aztán persze, hogy hazudik-e vagy nem, azt nyilván nem tudom megmondani. A másfél literes szikszó szénsavas üveg. Mire menne nyilván? Azt senki nem tudja megmondani. A jó szomszéd.
Fedezze fel a fantasztikus. Na de hát még nincs vége, hát ha még történik valami. Próbálja ki a Tomi aromaterápiát. Egyébként bárki valami vélemény, még Nandira nézek így pislogva, ő még esetleg mer írni valamit. Tomi aromaterápia. Látom, a többiek nagyon csöndben vannak. Gyermekektől távol. Pedig esküszöm, nem harapok. Sőt, engem az se zavar, ha te elmész izé tarlaust szavazni. Luca így lazít edzések után, és szerintem Tilla is... Na jó, azért az zavarna. Nagyon az zavarna, de ettől függetlenül, hogyha vannak érveid, ismerjük az ízlésedet, törődünk is vele. Akkor szívesen meghallgatom. Térd be minden nap, és válasz minőségi kávéból. Az ötödik után a hatodikra a vendégünk vagy. Fresh ilyenkor szokott ciripelni a tücsök a csöndbe. Juli lányom imádja az olasz konyhát. A paradicsom a kedvence. Illatos és zamatos. De most na, és eljutottunk 10% XP-ig. Nem tudom, mennyiről indultunk. Biztos még mindig pizsamában van. Ha budapesti lennék, akkor összekulcsolnám a kezem és várnám meg. Hát igen, jó, persze, oké. Okay. Kizárólag magyar paradicsomból, szeretettel tálalva a Tesco-tól. A testünk pontosan tudja, hogy meddig gondolkodhatunk. Egész nap nem mozdultál. Na mindegy, visszajutottunk 10%-ra, ha meghalunk, akkor ezt az egybe 28 volt. Ha, valahogy úgy. Tapassza le a fájdalmat, szalompasz gyógyszeres. Kurva jó. A szalompasz gyógyszeres tapasz ennyi. Viszont legalább fölment 118/159-re, ami hát... valamekkora előrelépés éppenséggel. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót. Kéne egy T12 cemeteri, hogy őszinte legyen. Hát nem a külsőségek miatt. Hogy megfogjuk az egyik shipyardot. Megpróbáljuk megtekerni. Muszáj használni rá egy ilyet. Hogy egy csapolt aranyúan friss. A piramid nem jó, kanyon. Hideg sopronival kocinthasson. Ha csapolt soproni van, minden van. Na, kanyon is jó. Én a állandóan megújuló bélflórát hasznos baktériuma vagyok. Én pedig a Linex élőflóra sejtje vagyok, hozzád hasonló. A Linex flórát... ó, hogy megtartja, hogy ilyen magikes kurva, jó? ...válogatva fejlesztettük ki. A több milliárdnyi élőflóra sejtet tartalmaz... Minusz 12 max rezisztancia, meg anyád valadban. Így az összetevők sértetlenül juthatnak a bélflórába. Na. Mennyi élet egy kis kapszulában? Még úgy. Egészítse ki normál étrendjét a Linex-el. Hú, bazd meg! 400% increase critical hit chance. Hú, bazd meg! Na, no, van ideje elveszteni azt a 10% XP-t. Folytatásban először arról beszélünk. Szavasz, Kenny, pacsi neked is. Nélkül ellenzékből irányítani. Ezt követően a jelölt. Hát a reklámok miatt, sorry, igazándiból abban nem gondoltam bele, hogy sorrendjét majd sorsolással döntjük el. Hogy lesznek reklámok is, bár mondjuk gondolhattam volna, hogy lesznek, mert nyilván. Lehet-e kormányzatok nélkül ellenzékből irányítani egy várost? De Isten igazándiból csak annyi, hogy meg akartam nézni ezt a vitát. Szükségük lesz, hogy mindazt megvalósítsák. Nagyjából ez pont olyan időben van, mint amikor streamelni szoktam. Politikát kell módosítani abban az és nem akartam amiatt lemondani a streamet, hogy ezt nézem meg. Gondoltam, megnézzük együtt. Nagyjából ez volt a koncepció. Hogy a és hát keresjük, azt az megszakítják embert, reklámokkal a bunkók, úgyhogy van reklám, de olyan mértékben vállalva a konfliktusokat, nem kapok érte egy vasat se, ha ez a kérdés. Tehát igazából az elmúlt 9 évben azt tudom, hogy van egy fideszes pártkáder, és ő a városvezetőnk, és ő majd a jóságos királynál, Orbán Viktornál elintéz ezt-azt, ez láthatóan nem működik, ennek az ellenkezőjére van szükség. Budapest álljon a sarkára, válaszol magának egy vezetőt, és ez az erős város erős lesz ahhoz, hogy elérje azt, amit kell a kormánynál. Úgy tűnt, hogy Tarlós István az elmúlt években például csatákat vív a BKV támogatásáért. Ami ugye sokkal kevesebb, mint ami korábban volt. Ezeket a csatákat elveszítette, ha egyáltalán felvonult a csatatérre. Én azért szoktam mosolyogni azon a felvetésen, hogy jó, egy ellenzéki főpolgármester mit érhet el a kormánnyal szemben, mert hogy az jut eszembe, hogy egy kormánypárti főpolgármester mit ért el az elmúlt 9 évben a kormánnyal szemben. Állítólagos csaták voltak, egyikünk sem látta ezeket a csatákat, az eredményeket viszont ismerjük.
Én nagyon komolyan bízom abban, hogy ősztől ellenzéki többségű testülete lesz a fővárosi önkormányzatnak. Egyébként szerintetek, csak hogy megint belepofázzak Kálmán Olgába, hogy egy főpolgármesternek mennyi az esélye annak, függetlenül attól, hogy nem a főnök, ki fogja nyerni az előválasztást, a budapestiek választják. A főpolgármesternek reményei hogy sikerül megverni Tarlós. És nem a mindenkori kormány, nem Orbán Viktor vagy a következő miniszterelnök. Partneri viszony lehet, hiszen együtt kell dolgoznunk, együtt kell kijárni ügyeket, de én a budapestieket fogom képviselni jó annak kérdés, érdekében, nem? Hogy ügyek mentén járjak el. Kálmán Olga arról beszélt, figyelek, mert igazániból nekem csak az a egyszerű kérdés, hogy ki az az állat, jó, én az eredeti akit arról a szavaz. Nyilván most, hogy tudom én, de mindegy. Cégben, projektben, akkor is így gondolom, mert nekem így kinyílik a bicska a zsebembe, ha látom azt a gyökeret. Így kell fönntartani a működő képességet. Egyébként meg olyanokat nyilatkozik, hogy azért szerintem szájba kéne baszni, de mindegy. Ennek ellenére megválasszák, méghozzá nem is kevesen. Tehát nyilván akkor sok ember van, aki most engem baszna szájba. Mi fontos, mert ez a részvétel most mindegy. Bár a formális. Ne felejtsük el, hogy egy nem mint hogyha verekedős típus lenne. Többsége nem szívesen jár lakógyűlésre sem. De igazából egy főpolgármesternek akkor van mandátuma, hogyha tudja, ténylegesen tudja a döntéshozatali folyamatból, hogy fontos az a budapestieknek, amikért ő küzd, és akkor tudok odaülni Orbán Viktor elé, hogy itt van ez a terv, erre kell a pénz, ilyen és ilyen dolgok, és az én feladatom az, hogy világossá tegyem, hogy ő ezt pártolja-e, mindjárt elolvasom, csak azt, amiben a budapestiek megállapodtak. Csak itt mondom el, Kerpe Fronius Gábor ugye arról beszélt, hogy egy olyan városban élünk, ahol az emberek nem szívesen járnak lakógyűlésre, én sem. De tudom, hogy ma a nap végéig 35 ezeren szavaztak, tehát az előválasztás második fordulója. Ugye megdöglök, úgyis már fog röglenni. Még egy fontos dolog. Nem szívesen járunk, de a demokráciát előválasztás azért a budapestiek szeretik, úgyhogy és mindenkinek ajánlom figyelmébe, vigyázzon meg tekintetünket. Egy picit vessük Törökország felé, Isztambul felé. Ott már van egy jó példa. Jó, akkor... Húj. Akkor igazi ünneprontó leszek. Mi történik akkor, hogyha a kormány... A kígyó kígyózna? De azt hallottam, hogy ne hallottam volna. Én szoktam nézni ilyen dolgokat, hogy őszinte legyen. Én még az amerikai választást is meg szoktam nézni. Pedig aztán profin tudok angolul. A Karmelita Kolostorba kapcsolják le a villanyt. Tehát, hogy... Ez jól hangzik, meg tudja tenni? Hát majd elvágjuk a zsinort, tehát mit tudom, nem tudom. Tehát... Nem, én komolyan gondolom, hogy ez egy bizonyos szint után már nem kérdés. Tudom, hogy azt szoktuk mondani, és én magam is sokszor hangoztattam azt, hogy Budapest egy bűnös város a jelenlegi kormány szemében. De amikor ilyeneket csinálnak, nem bolondultam meg, csak támadnak a bogara, meg a szúnyogok, meg a mit tudom. Nem lehet Budapest örökre bűnös város. Lehet, hogy Tarlós István ezt elviselte, hogy az ő vezetése alatt is az legyen. És ezt megtették. Budapesttel nem fogják megtenni. Nem lehet megtenni. Egyébként tényleg abból kell kiindulni, hogy a Fidesznek csak mindig a saját érdeke számít. Nem az ország érdeke, nem Budapest érdeke. De az nem lehet érdeke a Fidesznek, hogy szembe menjen egy közel 2 milliós város, egy erős város, erős politikai akaratával, mert le fogja nullázni a saját társadalmi támogatását. Azért kell ez a részvételi folyamat, az előválasztás, ma, és aludtam, azért kell olyan város, hogy kell csinálni, streameltem. Mindig Budapestéket behívja minden fontos kérdésben, hogy mondják el a véleményüket, mert ezzel a véleménnyel fog szembe menni. Nem egyszerűen egy erős vezetőre van szükségünk, egy erős városra, aminek az akaratát nem lehet félre söpörni, és a Fidesz nem is fogja megtenni, mert akkor elveszíti a támogatását, és a parlamenti választás. Na még egyébként erre a részre kíváncsi lennék, hogy ebből vajon mennyi az igaz, hogyha mondjuk tényleg megnyernék bármelyik ebből a háromból, vagy akár Puzsér, a főpolgármesteri széket, akkor mit csinálna a Fidesz? És amilyen számot talál rajta. Mert azért ezek nem szokták olyan könnyedén már is ki lehet bontani, és aki az elengedni a történetet a bal fülük mellett. Ugye, ó, hát na. Szabad meg tudnom? Én vagyok. Azért arra kíváncsi lennék. Hogy akkor így mi történne. Próbáltunk szakpolitikai vitát csinálni,
Voltaképpen köztünk szerintem nem szakpolitikai vita van. Az a kérdés, hogy megtaláljuk azt az embert, aki a legalkalmasabb Tarlós István kihívójának. Szemben a Magyar Szocialista Párt, illetve Gyurcsány Ferenc jelöltjével, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet baloldali belügyként tekinteni. A legfontosabb Budapest számára az, hogy meghaladjuk az eddigi szekértábor politikát, és megszólítsuk azokat a jobboldali polgárokat, akik a polgári Magyarország jegyében szavaztak 98-ban a Fideszre, megszólítsuk a sétáló Budapest híveit, és együtt alkossunk egy olyan új szövetséget, ami képes lesz legyőzni Tarlós Istvánt, képes lesz utána egy olyan új szövetséget létrehozni, amelyik megszabadítja Budapestet, Budapest költségvetését a rátelepedett maffia hálózattól. Ez az a cél, amit el kell érnünk. Ebbe a szövetségbe hívom én ezeket a polgárokat, és úgy érzem, hogy a Momentum centrista jelöltjeként nekem sokkal nagyobb esélyem van ennek a szövetségnek a létrehozására, mint a vetélytársaimnak, mert hogy egy olyan víziót próbálok adni ennek a városnak, ami méltó ahhoz a történeti hagyományhoz, ami Budapestnek van. Tehát ismétlem, le kell győzni Tarlós Istvánt, meg kell szabadítani Budapestet a Fidesz maffiától, ehhez a baloldali, jobboldali és zöld szavazókra egyaránt szükség van minden polgárra, aki Budapest fejlődését tartja a szeme előtt. Ebbe a szövetségbe hívok mindenkit, tartsanak velem, vegyük vissza együtt Budapestet. Jó, ez nagyon jó hangzott. Egyébként meg Darkeni egyáltalán nem biztos, mert azért az igaz, köszönöm szépen, jól sejtem, hogy a Fidesz az geci erős, de például a választásokat nem Budapesten nyerte meg a Fidesz, hanem vidéken. Nagyon büszke vagyok arra, hogy éven keresztül és azért, nógatom a pártot. Hát, ha van még annyi értelmes ember egy városban, hogy azt, ami egyébként soha nem is volt az övék. Engedjék ki a kezükből a belátják azt, hogy amerre haladnak a dolgok, az nem jó. Budapestieknek. És lehet, hogy ebből a háromból mind a három fúj hülye gyökér és köcsög, és még rosszabb lesz, de legalább ott van az esély, hogy mi van, hogyha nem. Akarunk alternatívát kínálni mindenkinek, aki hát, ha valamitől jobb lenne, vagy valami. És az az ember, aki sikeresen meg tud majd küzdeni, nem csak Tarlós Istvánnal, ami még fontosabb, Budapest nagy problémája. De próbált megér, én azt mondom. A budapestiek jelöltjének kell lennie, és nem csak egyszerűen az ellenzék jelöltjének. Én nagyon régóta is tudatosan készülök erre a feladatra. 5 éve vagyok önkormányzati vezető, ellenszélben, testületi többség nélkül, nagyon sok küzdelmet végigharcolva, azt gondolom, hogy fel tudom mérni azt a felelősséget, hogy mit jelent a budapestiek emberének lenni. És tudom azt, hogy milyen lesz az, amikor elkezdjük majd ezt a város közösen megváltoztatni. Tudom, milyen az, amikor a 8. emeleten éppen öngyilkosságot elkövetni akaró, kilakoltatás előtt álló embert hogyan lehet visszahozni az életbe, és hogyan lehet neki lakást biztosítani. Tudom, milyen az, amikor valaki szembe megy egy gazdasági lobbival, és azt üvöltik a képébe, hogy nem mondjál ilyet, mert tudom, hova jár a gyereked óvodába. Szóval nagyon kemény csatákon vagyok túl. De ezek a csaták megedzettek, és ez az előválasztási kampány, és azok a politikai fordulatok, amelyek sokak számára talán furcsák voltak a pártok részéről a támogatásunkat illetően, még inkább elszántá tettek. Örülök, hogy van igazi tétel bíró előválasztás, és örülök annak, hogy ilyen sokan elmentek szavazni. Arra kérem azokat, akik még nem szavaztak, azok éljenek ezzel a történelmi lehetőséggel, hogy közösen megváltoztatjuk ezt a várost. És arra kérem őket, hogy támogassanak engem, hiszen hosszú évek óta, hónapok óta arra készülök, hogy ezt a várost velük közösen megváltoztassam. Köszönöm szépen! A Taps Karácsony Gergelynek, az MSZPP és a Szolidaritás jelöltjének szó, Kálmán Olgáé a szó. Figyelünk! Én megmondtam önöknek az elején, hogy nem fogok politikusként beszélni. Abban pedig tényleg, van még egy jó kérdésem. Nem fogok pártpolitikusként dolgozni, amikor nem feltétlen ide tartozik, de biztos vagyok benne, hogy a mi életünk minőségét, azt, hogy hogyan érezzük magunkat ebben a városban, ami a mi otthonunk, azt nem kizárólag az befolyásolja, hogy hány milliárdért, mit fejlesztettek, kinek a koncepciója. Ezek nagyon fontos dolgok, de a mi hétköznapi életünket nem ezek határozzák meg alapvetően. Mondják meg nekem, hogy lehet az, hogy az első májusi eső újabb több ezer kátyút üt, az állítólag jól karbantartott fővárosi utakban. Ezt például meg tudom mondják mondani. Meg nekem, hogy lehet az, hogy az első júniusi zivatar, amely megrongálja a fákat, és másnap a tűzoltók levágják nagyon helyesen, de 5 nap múlva
A levágott gajak, ágak, fanyesedékek még mindig ott vannak az utcán, a járdán. Ki nem vitte el? Ki nem szervezte meg? Ki nem figyelt oda? Ebben a városban hol van az odafigyelés? Egy valami családanyaként, dolgozó nőként én nagyon megtanultam. Az otthon, a család életét meg kell szervezni. Én meg fogom szervezni a közös mindannyiunk életét, meg fogom szervezni azt, hogy 5 percen belül szakorvosi rendelési időpontot kapjak, megint ez az ötség. 15 percen belül patikát találjak, hogy 25 percen belül derüljön ki, hogy milyen orvosi ellátása van szükségem. 30 percen belül már meg is gyógyultál. De hogy nem. A mi mindannyiunk életéről beszélünk. Mi ez? Kérem, hogy június 26-áig az előválasztáson ujjjj szavazzanak rám. És tudják miért? Jó, győztünk. Azért, hogy ezt az oda nem figyelést, ezt a nem törődömséget, ezt személyesen veshessem majd Tarlós István szemére októberben. Köszönöm. Na jó, hát szerintem ez nettó fasság volt. Mindegy, erre van egy jó sztorim a útról. Konkrétan vettek a magyarok a németektől egy ilyen aszfaltozó kurva nagy gépet, meg nem mondom pontosan, hogy hogy hívják az ilyet, mindegy. Ebből az egész kampányból, ami nem ért még véget. És alig telt el egy kis idő, nem tudom, hét. Fölhívták a németeket, hogy nem jó a berendezés, mert hogy nem működik, hogy beszart, tönkre ment a többi. Erre leküldték a németek a szakértőt, hogy akkor lemegy megnézni, hogy mi van. Tényleg megejtő volt látni a tömött sorokat, hogy az emberek és nagy béketűléssel. Az volt a lényeg, hogy a gépnek a mechanikája nem bírta el azt a sittet, amit a magyarok beleraktak beton alapanyagnak. Van a hitben, amit a várossal kapcsolatosan gondol, és hogy egy kicsit bemutatom. És ebből csak az a lényeg, hogy azért ilyen szarok az utak konkrétan, mert én azt mondom a Budapesti, amit a magyarok beleraktak, és nem bírta a gép földolgozni, az a Magyarországon az A kategóriás betonnak az alapanyaga. Tehát az A kategóriás magyar beton alapanyaga az Németországból a sít. És ez mindenféle politikától független, mert a gép tönkre, mert nem bírta azt a szemetet, amit beledobáltak. Holott az állítólag a jó minőségű beton volt. Egy-egy embert arra, hogy arról, hogy közösen dolgozunk. Na ezért szarok az utat. Na minden. Én erre mindenkit hívok, minden budapesti. Ott nincs vita. Most nem feltétlenül ide tartozott, de nem baj. De akkor szóval víz van nálam, hogyha baj van. Karácsony Gergely gondolata nem arról szólt, hogy Budapest lehetséges főpolgármester és két főpolgármester helyettese áll most itt a pulpituson. Azt hittem, hogy megéri az előválasztás végét, mert hogy Gábor egyre nehezebb meg. De mondom, itt van a víz. Azt már rohammal lesz szóval végigcsinálni, nagyon becsülöm. Posztokat nem osztogatunk, én semmiképpen nem, de azt gondolom, hogy jelölt társaim sem. De az, hogy megismertük egymás programját, hogy tudjuk, hogy ki milyen irányba vinni a várost, szerintem teljesen egyértelmű, hogy közöttünk nagy viták nincsenek. Hangsúlybeli különbségek, hát hogy ne lennének? Az az ő programja, ez az övé, ez meg az enyém. De ezeket a hangsúlyokat össze fogjuk csiszolni. Vége az előválasztásnak, utána egy ellenzéki főpolgármester jelölt lesz az előválasztás győztese, ha lesznek még indulók, őket is nyilván majd a választók, hát majd választják, akire szívük joga szerint húzzák az X-et. Szóval az ellenzéki előválasztásban résztvevő pártoknak egy közös jelöltjük lesz, és onnantól kezdve azért fogunk dolgozni, hogy aki az előválasztáson győztesként kikerül, a lehető legjobb eredményt éri el ősszel. Még egyszer mondom, szeretném szembesíteni, és valakinek szembesíteni kell Tarlós István a nem törődömségével. Gábor? Három dolgot szeretnék mondani. Az egyik az az, hogy amint valaki, remélem, hogy én egyébként, de megnyeri az előválasztást, a másik kettő biztos, hogy föl fogja hívni, és meg fogja kérdezni, hogy miben segítheti a legjobban a közös kampányt. Ez az egyik dolog. A másik, hogy nekem is örömünnep volt ez, hogy egy sok összefogás kísérlet után végre egy olyan kísérlet van, ahol Budapest polgárai szavazhatnak egy olyan kérdésben, hogy ki legyen az ellenzéknek a közös jelöltje, és ez egy komoly vita után alakul ki. Szerintem ez nagyon jó. És a harmadik pedig egy egészen személyes dolog. Tehát nyilván nem titok, hogy én tettem meg az elmúlt három hétben a legnagyobb utat, onnan, hogy így gyakorlatilag ismeretlenül ilyen viszonylag erős
fény, tehát középpontba kerültem, és én azt szeretném mondani mindenkinek, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény. Tehát mindenki, aki így elégedetlen azzal, ami van most Magyarországon, próbálja ki azt, hogy a tehetségének, elszántságának, felelősségvállásának megfelelően próbáljon meg részt venni a közéletben, mert nagyon-nagyon hálás dolog, nagyon-nagyon jó dolog, és furcsa módon könnyűséget ad az embernek a fáradtság mellett. Először is menjen nekem itt a vége. És azt legalább én basztam el, mert nem néztem, hogy detonált be. Hogy önök megalapozottan tudjanak dönteni, amikor kiválasztják azt az embert, akit a legalkalmasabban gondolnak Budapesten. Előtte persze arra, hogy legyőzze a Fidesz jelöltet. Meg is érdemlem ezt a 7%-ot. Tisztult a kép, akkor jó munkát végeztünk. Köszönöm a figyelmet, köszönet a közönségnek. Na, hogy látom, ennyi lett volna. Viszontlátásra. A vita úgy, hogy lelövöm. Ha rájövök, hogy hogy kell. Egy pillanat. Először azt onnan lekapcsoljuk, ezt innen bezárjuk. Na hát ez lett volna a vita, igazándiból hát nem volt egy nagy eresztés, ezt be kell. Miért nem tudom visszarakni azt? Na azért. Várjál. Na, így. Nem volt egy nagy eresztés, igazándiból az az igazság, amennyire én látom, hogy tulajdonképpen ezek nagyjából ugyanazt mondják, tehát, hogy jó, az egyik többet ígér, mint a másik, meg mit tudom én, ez a Kálmán Olgás 5 percen belül mindenkit el fog látni a magyar egészségügy azért, mert ő főpolgármester lesz, tehát azért ez akkora csúcs, ezt el nem tudom mondani. És lesz ember, aki ezt beszopja, bazd meg. Na mindegy, ettől függetlenül igazándiból viszonylag szimpatikus dolgokat állítanak, legalábbis, hogyha lesz abból valami, hogy nem vágja ki a Fidesz tovább a pesti fákat, vagy sikerül legalább egy icipicit megakadályozni, hogy ezt minden gond nélkül megtegyék, akkor én annak legalábbis személy szerint örülnék. Hogyha csak egy picit tudnának mondjuk a szabályozáson változtatni. Mert rengeteg helyen lehet látni a városba ezeket a kórófákat. Ezeket a tudod, ez a újnyi vastag lombja nincs, 5 perc alatt kiszárad, megdöglik, fölrobban, szart se ér az egész. Fogadjunk, hogy nem tudjátok, hogy ez miért van. Hát ez azért van, mert ugye van egy ilyen szabály, hogy most darabra meg nem mondom, vagy hogy hány százalékát kell parkosítani mondjuk egy építkezés után, itt tudom én, egy Tesco parkolónak, hogy van rá valami törvény, hogy csak mondok egy számot, biztos, hogy nem annyi, mit tudom én, 50 fát kell ültetni. De arra viszont semmilyen szabály nincsen, hogy milyen fát. És arra sincsen szabály, hogy mi van akkor, hogyha 2 nap után megdöglött az a fa. Ergo, nyilván költséghatékonysági szempontból a multi megveszi ezeket a újnyi fákat, amiket kibasz gyakorlatilag a napra, amik körülbelül egy hét alatt megdöglenek, nem locsolják őket, nem törődnek velük, nem arra vannak tervezve, hogy ez majd ott a betondzsungel közepén ő lesz a Jani. Nyilván tönkre mennek, nem lesz belőlük soha fa. És az olyan egyszerű lenne csak egy icipiciki szabályozáson változtatni, hogy ha már van egy ilyen törvény, hogy mondjuk kell ültetni ezeket a fákat, akkor mondjuk így elő kéne írni, öcsém, hogy akkor nem azt a szart, amit kiszoktál rakni, hanem normális fát, bazd meg. És ez aztán még pénzbe se kerülne. Szóval lennének itt csomó apróság, amivel jobbá lehetne tenni az életet. Na mindegy, kíváncsi leszek belőle, hogy ki nyeri meg a tutit. Meg még arra leszek rohadt kíváncsi, hogy a végén Puzsér elindul-e. Mert ugye sokan mondják, hogy igazándiból azért csinálja a haknit, hogy benne legyen a köztudatba, hogy hát nem szétrolkodja, de hogy igen, tehát hogy beledobjon egy követ az állóvízbe, és muszáj legyen rá
reagálna a többi jelölt, meg hát a választók is talán. Ezt nem tudom, hogy így van-e, de alapvetően nem hangzik hülyén, úgyhogy lehet. Amint arra kíváncsi, hogy a végén elindul-e vagy visszalép. Hú. Hát meg arra rohadt kíváncsi leszek, hogy melyik fogja nyerni az előválasztást, mert... Igazániból, hogyha háromból kettő nyeri, akkor én leszarom, én arra már el tudok menni szavazni. Csak könyörgöm, ne Kálmán Olga legyen az. És nem azért, mert utálom Kálmán Olgát, csak mögött a Gyurcsány van, és az úgy annyira unalmas már, hogy van Orbán meg Gyurcsány, ez már, el nem tudom mondani, mennyire unalmas. Azt már el kéne felejteni, azt már 20 éve el kellett volna felejteni. 100 éve, vagy mit tudom én, szóval, hogy ja. Úgyhogy csak ne, többi meg nem számít. Aztán utána meg majd kiderül, hogy mennek-e ezek valamire, vagy maradt a Arlós. No, ha van még valakinek kedve erről dumálni, akkor szívesen meghallgatom, vagy mit tudom én. Ha van kérdés, na nem mint hogyha hú, de értenék hozzá, de ha van kérdés, megpróbáltok rá valami malás választ adni. Ha meg nincs, akkor ez a téma így le van zárva, még poézunk egy kicsit, bár holnap hétfő van, csak halka jegyezném meg. Ujj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 
És talán igazából nem volt jó PoE szempontjából ez az este, már eléggé csúnyán lecsökkent az XP mennyiség. Mondjuk az, abból a szempontból meg azért jó volt, hogy egy csomó mappal beljebb vagyunk, ugye. Az XP nem is jött. Ja, tényleg visszakapcsolom a játékra a hangot, mert csak jobb az, ha van. És bár az XP az nagyon el lett kurva, de annyit haladtunk, hogy legalább a mappok. Egy csomót megcsináltunk, ami eddig nem volt. Sőt, ahogy nézem, jött valami extra map is. Superior Temple. Orsium, az lehet, hogy az már volt. Ezt majd mindjárt megpróbálom kinyomozni. Hogy volt-e. Rohadt szúnyogok meg itt rajzonak, bazd meg. Mit akartam? Milyen hülye vagyok ezt? Ja, jó rém, mert az már megvan. Nem baj. Csináljunk már még egyszer, biztos jó. 10%-on állunk, ajajaj. Nem lesz annyi, ahonnan indultunk, biztos úristen nem lesz annyi, ezt kizárdalom. Mindegy, ebbe a szezonban szeretném megölni az endbossokat. Amint látszik, a karakter az adott. Elég sokat toltam vele itt streamen kívül, meg ilyenek. Úgyhogy igyekszem tartani magam ahhoz, hogy most már aztán tényleg jussunk el az endbossig. Igazándiból kéne hozzá még egy kis currency. Színből még egy-két szín még összejön, az már bőven jó. Gíren kell csiszolni még nem keveset, és akkor meg lehet próbálni. Sőt, igazániból szerintem egy profi, aki már sokszor látta azt a fájtot, és tudja, hogy melyik fázisban hova kell állni, meg miben hal bele, meg miben nem hal bele. Mert szerintem ebből a gírba is meg tudná csinálni, de én még soha életemben nem láttam azt a fájtot. Úgyhogy jó lenne, ha egy kicsit túl lenne. Túl lenne biztosítva a dolog.
Meg hát még a DPS-ünk is elég alacsony. Szóval mindenféleképpen kéne az a chest meg az a bolta. Azaz konkrétan... még vagy egy 10x-et ki kéne farmolni. Hűbbed meg, az rengeteg. Nekem legalábbis biztosan rengeteg. De egyébként az valóban igaz, hogy nem szokott 10-11 néző lenni. Lehet, hogy tényleg kéne csinálni ilyet. Enyhén politikát is tartalmazó streameket. Bár az is lehet, hogy csak a poehoz lázva mindenkit. Ki tudja. Mert... Látjátok, ennyi, megvakarom a fejem, és már majdnem hol a karakter. Tehát lehet, hogy a képernyőn az látszik, hogy így pörög, és egy gombot nyomom alá, de amúgy nem, mert nyomod a flaskokat, meg ez meg az, és jó, nem azt mondom, hogy adj csebészet, mert nyilván egy ciklombil, tehát mi az úristen lenne benne a csebészet, de hogy azért. Tehát csak így felemeltem az egyik kezemet, elengedtem a billentyűzetet, és már majdnem odakozmált a fickó. Szóval... azért résen kell lenni, nehogy eldőljön a nyomorult, és még... így is simán eldőlök, mint a rohadtnád. Hát az meg, hogy benyaltam bazd meg a Detonate Dead ládát, és amiatt levont 10%-ot, tehát az van aztán. Jó, feladom. Káci, ez mi volt? Csak mi a faszom volt? Tehát, hogy ezek a halálok így mi? Nem is volt mob bazd meg. Jó, lehet, hogy nem toljuk. Letolom ezt a mapot, azt megyek a faszba bazd meg. Ezt nem lehet épésszel kibírni, bazzák. Ó, Istenem. Nem, de... nem is volt mód. Mi robbant föl, bazd meg? És hogyha fölrobbant, annak miért kellett annyit sebeznie, mint a Max HP-jai karakternek? 3% Geti. Fú, szétbasz az ideg. A mappot megcsináljuk, azt meg a picsába. Mégis úgyis kész van a vita. Én is kész vagyok idegileg. Tehát mi az úristen tudott itt felrobbanni, bazd meg? Tudom, nézzem vissza, biztos látszik, de... a szarra. I believe in traveling light. Nem tudom már. Glad you made it back.
Már nem merek oda mennem a bokhozban. Na, hát legalább azt hiszem ez is megvan. Öltünk mi itt, boss? Mi ez? Ja, tényleg ez az a izé volt. Extra map, hál a jó Istennek. Nem megy. Learn anything new? Na, jó, mert gyerekek, nem mondom, hogy alszom, mert még nem, de Ez mára nem megy. Tehát ezt ismerjük be, hogy a mai nap az nem volt egy sikeres poénap. Az kurva ére. Hello. Jó, talán az XP-t leszámítva egy picit haladtunk a maprendszerrel, ami nem baj. De azért eléggé elszony... Várjál? Megvan az a 9-as, azt még letoljuk, mert az hiányzott. Szóval valamennyit azért haladtunk a... pont most esett ezen a mappon. Szóval valamennyit hát haladtunk talán egy icipicit. De ez a rengeteg XP mínusz az nagyon fájt. Abszolút. Jó, nem figyeltem eléggé oda, meg ilyenek. De brutális mennyiségű XP-t kentünk el gyakorlatilag a... semmire. És igazániból nem rémlik, hogy olyan currency esett volna, ami mondjuk legalább bejebb lennénk, még Chaos Warp sem nagyon esett, lehet, hogy esett, de nem rémlik, hogy úgy esett volna. Úgyhogy ja.
Még esetleg valamikor labozni kéne, kezdeni durván. Az DPS-ben még elég sokat jelentene, hogyha megfelelő labencsont föl tudna kerülni. Csak én abban nem hiszek. Mármint nem a boly nem tudom letolni a labot, azt le tudom tolni, csak hogy hányszor kéne vajon letolni ahhoz a labot, hogy az a fejes enchant jöjjön ki, amire ehhez a buildnek szüksége van? Szerintem nagyon sokszor. Azt meg hát nem tudom, tehát én úgy letolok egy labot, aztán utána egy hónapig biztos nem meg. Annyira az én nem... Nem tudom, olyan nagyon nem adja. Nyilván arra rá tudnám venni magam, hogy egymás után lefarmoljam, vagy nem tudom, háromszor. Ezt még valahogy orcsipesszel kibírnám. De hogy háromból nem fogja beadni, az mondjuk borítékolhat a utát. Az nem tudom hányszor kéne letolni, százszor, ezerszer, milliószor, nem tudom. Nyilván szerencse kérdése, hogy hányszor, de... Na most hova lett a boss? Ott van. Na, ez a map is meg lett, nagyon jó, 6%-on állunk, kiváló! Egyszerűen kiváló. Learn anything new. Legalább esetett volna valami drága cucc, vagy nem tudom, valami. Picit megédesítette volna a mai napot. Hát talán egy minimálisabb bejebb vagyunk azért. Welcome. Let me tell you. Túl sokat kell pakolászni, bassza meg. De tényleg ez a 8-as, ez a 6-os, 10-es, 10-es, 10-es. Hogy jött volna vissza, Nandi? 6%, hagyjad már. Brutálisan nem jött vissza. Viszont 122 per 159, ami hát jobb, mint volt. Most kipróbálok valamit, jó? Hát úgyis feladtam lélekbe az egészet, mert a streamet is le akartam lőni, úgyhogy miért ne? Most csinálunk egy olyat, hogy egymás után letolok három mapot, nem szórakozok vele. Nem nézegetem, hogy meg volt-e már csinálva, hanem kiveszünk három mapot a táskából, mondjuk ilyen... Mit tudom én... 11-esből, 3-at így... Randomra rákúrunk egy ilyen enchantot, azt is leszarjuk, hogy mi van rajta. 6%-on állunk, 23 óra, 9, hát mondjuk 23-10 van, nem tudom mennyire... Mennyire van 9, lehet, hogy meg kéne várni, hogy 23-10 legyen. Csak hogy lemérnénk, hogy 3 ma... Na, tessék, 10 van, 23-10. Egy 3 map mennyi idő?
És mennyi XP? Persze nyilván, ha meghalok, akkor idegből Alt F4-jel bezárom, de ez most részletkérdés. És akkor legalább lenne egy ilyen... ilyen statisztikai adat, hogyha talad, mint a hülye, akkor mennyi idő lenne a következő szintet behúzni, hogyha mondjuk nem szenvedsz, mint ahogy én szoktam. Jó, lootot muszáj lesz elrakni, tehát most nem arról van szó, hogy nem is lootolunk, vagy ilyesmi, csak nem szerencsétlenkedek azzal, hogy ez a map megvolt, el nincs meg, meg ilyenek. Az se lenne baj, ha betalálnák oda, ahol vannak a mobok, de... Careful around my traps, Leo. Lest you lose the other limb again. We can arrive at all part of the grand game. Bargaining and interrogation are all the same. You hear a lot of things in the end. You're a smart one, Exile. My death was quick. Yours on the prowl. This is not it's natural. No easy. The cage beckons. Death is a net. I'd have made a little more show of it. I can appreciate a killer when I see. If you think I'll talk, you're sorely mistaken. I've long wanted you to see how futile your cause truly is. But for you, I'll make an exception. Possible! Just gruesome. That was vivid. Time to espionage a raid. Az a jó, hogy most nézem, hogy el tudnánk menni a Mastermindhoz, ami ezeknek a fő bossza. Majd lehet, hogy még most kéne megtenni, mert ott biztos meghalok párszor. És akkor legalább nulla alá nem tudna menni a XP-csík. Egyetlen egyszer láttam azt a Mastermindot egy másik karival. Ez vagy meghalt 8-szor, azt le sem ment. Ennyi emlékeim vannak a Mastermindról, hogy nagyon jó volt. Kifejezetten nagyon király volt. És szerintem az a karakter ennél erősebb volt. A DPS-ben nem, de túlélésben biztosan. Mekkora ez a map, bazd meg?
Elég sok mob kimaradt valahol, bassza meg. És biztos, hogy megéri, sőt, majdnem biztos, hogy nem éri meg időbe, hogy így visszarohangálsz, és keresed a fennmaradó 10 mobot. Bárki tudja. Hát, ha az dobja el az exiltedet, akkor megéri. Aztán nem azt fogja eldobni. Mondjuk ott van a eventes kő is, úgyhogy azért csak megéri. Így. Hát így azért nem volt rossz. Még Chaos Orbot is csak nagy nehezen kiszűrt magából a játék. Na jó, az már bőven jó volt. Na, gyakorlatilag 7 perc volt egy map, és fogalmam sincs hány százalék XP-n álltunk. Emlékszik valaki, hogy hány százalék XP-n álltunk? Jaj, de jó, mala meg a profizmus. És ott még egy ilyen temple. Még egyszer biztos, nem? Na mindegy, én azt mondom, hogy ennek a mai napnak már úgyis mindegy, megnézzük azt a Mastermindot, ki fog nyírni a gecibe. Ha elsik 0%-ra. Viszont ha meg tudjuk ölni valahogy, akkor én boldog leszek. Cool wins. Már olyan mastermind, ha minden igaz. Ú, bazd meg, igen, mastermind, de jó lesz. It can't be. This people need us. You found me at last. Very resourceful job. I too am resourceful. Witness. Mortal. Mondjuk nem ilyesmi rémlik. Give in, Jun. No. Feel death's grip. Egyáltalán nem ilyesmi rémlik. No. Hát ez még nem is az. There's nothing that makes you feel so alive as death, is there? Now come to me, Jun. Let us see what your soul is made. Ja, még csak ilyen. We can't let her escape. A bevezető volt. Abszolút nem ilyen rém lett. Nem is tudom, hogy nem is dobnak semmit, ez csak így van ez a pálya, hogy ugye el kelljen menni odáig. Hát az egyébként, de tudnak dobni, csak
Hundreds of dead rotting soulless in the earth. What a meaningless waste. But your souls, yours will serve. Mortal. You try and try and try to break us, and yet the Syndicate is immortal. Do you think this will end any different? Any system of belief taken too far can end in tragedy. Go to your brother now, Thay. Tudnám, hogy most mi a fasz van. Your soul burns for me. Mert megint nem tudok senkit ütni. Kolamak, feel death's grip. Death will never come. Jó, ezek ilyen gondolom fázisok. Feed to your molten god. Yours is one soul that will remain out of its reach. Fingom nincs, hogy igazából mit csinálunk, csak rohangálok, mint egy barom. Most lehetett sebezni. Your soul burns for me. Most nem lehet. Your soul burns. Pedig elég jó lenne, ha lehetne. Elfogyott a... Hú, flaska. Igazán jó lenne, ha sérülne. Mit kell csinálni ahhoz, hogy sérüljön? Megint elfogyott a flaska. Ötlet. Tehát kurva jó, meg minden, hogy ő sebez, én meg nem. Nem sérül, de konkrétan leszarja. Fingom sincs. Totál nem érdekli. Semmi. Jó, még három lehetőség van. Esküszöm, kéne róla nézni egy videót, hogy vajon ilyenkor mi az elképzelés. Jó, most megint van valami. Most sérült. You are owed a warrior's debt, but the needs of the cause outweigh your own pagan. I take no pleasure in this. Your soul burns for me. Nem sérül. Arise, my children. Your hopeless cause will destroy you. My cause fuels me. Na most mi van? Hány fázisa van ennek, vagy hogy van ez, bazma? Most már faszom. From the people of Raycast. It is only fitting that you have something valuable taken from you.
Semmi baj. 1% XP. Semmi gond. Your soul burns for me. Give your soul to me. Don't do this. Megödöglött. You can still join us. Majdnem meg volt halálnélkül. Bring back anyone you've... Stop! I can bring them back. Joanna, I can... És most persze nem fog dobni semmit. Silver flaska. Nem is olyan rossz. Erre biztos nem. Na, azért csak meghaltunk, hogy 0% XP legyen. Biztosan az ilyen. Ennyi? Kész? Nincs több loot? Ez volt? Kész? Szavasz? Hello? Hát ez ennyi. Nem van. Legalább elmondhatom, hogy mai nem meg volt halál nélkül. Várjál, ott még lehet, hogy... Nem, itt sincs semmi. Nem, legalább elmondhatom, hogy az is meghalt. Hello. Hát, ha ez ér valamit, bár nem hiszem. Na, megyek a gecibe. 0% XP. Fú. Nem mondok semmit. Hol van ebben ilyen nagy achievement lista? Ez az. Van legalább ilyen achievement, ha győd meg azt a köcsögöt? Vagy kurvára nem, nincs. Na mindegy, le van szarva. Köszönöm mindenkinek, hogy itt voltak. Jövünk vissza holnap valami mással. Szevasztok!